Üdvözlök mindenkit a következő Benovelász adásban. Láthatjátok a kést a fejemben, de ez valójában nem kés, hanem egy ilyen kis vicces halloweeni ajándék, melyet még István barátom adott nekem a születésnapomra. Hát eljött az októbernek a vége, és azon gondolkoztam, most leveszem egy kicsit zavar, elhatároztam, hogy lezárom a hónapot, mert ugye megígértem, hogy egy hónapban egyszer fogok műsort készíteni, lesz, amikor kivételes esetek lesznek, ragaszkodom ehhez a rendszerhez. Ha néha zavarban leszek, és néha össze-vissza beszélek, akkor ezt nézzétek el nekem, hát régóta készítettem videót, és mostanában már nincs annyira nagy kedvem újabb videók elkészítésébe. Sok minden volt, leginkább a személyes életemet, leginkább a magánéletemet próbálom helyrehozni. Vannak nehézségeim továbbra is, de azon vagyok, hogy ezt megoldjam, illetve voltak jó pillanataim az életemben. Ezekről viszont már nem fogok beszélni, mert ez én inkább magánügy. Ami viszont nyílt, azok a mai téma tárgyai, meg a mai témám az októbernek a lezárása. Kicsit puskázni fogok most, mert most itt vagyok a számítógép előtt. Hát eddig most 12 darab bejegyzésem volt ebben a hónapban, szeptemberben csak 4, no, augusztusban pedig 10. Tehát mostanában, ahogy most eddig, ebben az évben most megdöntöttem a rekordot bejegyzések szempontjából, mert ugye aki olvassa a blogomat, az most észreveheti, hogy megváltozott egy kicsit a külseje, ilyen metró, régi, retro metró külsőt kapott a blogomnak a háttérképe, egy régi falburkolatos háttérképet kapott a blogom, illetve a blogomban lévő fejlét is megváltozott, és kisebb lett automatikusan, csak hogy ne csak a fehéret lássa az olvasom. És egy fokkal megnöveltem a betűméretet is, hogy aki mondjuk nem lát rendesen, az könnyedén el tudja olvasni az írásaimat. És természetesen tartalmas hónapot tudhatok magam mögött, és elég nehezet is. De ebben most nem igazán akarok belemenni. Hát, sok minden volt, ezt elmesélném nektek. Hú, basszus. Hát, az történt, azt elmondom nektek, ezt ugye elmondom hogy nagy vonalakban, de hogy volt egy csőtörés a lakásban, és egyedül voltam akkor itthon. Lemosogattam a konyhában, és elzártam a vizet, csak a csapot zártam el. Ömlött a falból a víz, pánikba estem. Nem tudtam, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És képzeljétek el, szerencsére volt segítségem, a földszinti lakos volt a házban a közös képviselő, és végül az ő segítségével meg tudtam oldani a helyzetet. Hát olyan negyed órán keresztül ömlött a falból a víz. Szerencsére nem keletkezett kár, a szalvéták áztak el, illetve tönkrement egy elosztó, egy hosszabbító. Ennyi a kár. Illetve a konyhakül nagyon megázott, de a vizet fel tudtam itatni. És mindenki, aki ismerősöm, meg családtagom, azt mondták, hogy nagyon jól meg tudtam oldani a helyzetet. Hát elég pánikban voltam esve, mert ilyen helyzetre senki nem tud igazán felkészülni. A művészetterapeutám, a párom és a nővérem, akivel most kibékültem, azt mondták, hogy erre szerintem még egy átlagos ember is pánikba esett volna. Ez ilyen nagy horderejű volt. Hát napokig az eset hatása alatt voltam. Szerencsére nem volt semmilyen komolyabb probléma, csak nagyon el voltam keseredve. Azért ez nem egy kellemes dolog, amikor az ember azzal szembesül, hogy hú, most tessék, jön az ömlik a víz, attól féltem, hogy elázik az egész lakás. Mert igazából az volt a célom, hogy édesanyámnak segítsek a házi munkában, mert nem akarom, hogy annyit dolgozzon a lakásban. Ő sokszor nem akarja, hogy házi munkát végezzek. És én most kihasználtam az alkalmat, míg nem voltak itthon az édesapámmal,
és elkezdtem az ajtókat lemosni, lepókhálózni az előszobát, a szobákat, porszívóztam is, takarítottam is, lemosogattam, az volt az utolsó menet, és vártam anyámékat haza, és arra gondoltam, hogy megterítek nekik az asztalt, hogyha hazajönnek, mert akkor együtt ebédelünk, mert töltött csirkét csinált édesanyám. De szerencsére nem volt komolyabb bajom, csak nagyon-nagyon-nagyon meg voltam rémülve. A többi részletet viszont nem mondom el, mert azok már nagyon személyesek voltak. Tehát kaptam pánikrohamot. Na. Na, ennyi. Hát természetes dolog, hiszen az ember szenzorosan kiborul, plusz pánikrohamot is kap, az nem éppen egy kellemes kombináció. Tehát értitek. És, hát ugye, és ugye mi a lakóházban lakunk, ahol a lakásban nincsen automatikusan ilyen vízelzáró bigyót, le kell menni a pincébe. Most már tudom, hogy mit kell csinálni, ha hasonló dolog történik. Most gondoljatok bele, ez a mosogató csap, ami áramhoz volt kötve, beleesett a vízbe, és kicsapta az áramot. Kb. Olyasmit képzeljetek el, mint a Titanic katasztrófát, amikor na mindegy, most nem megyek bele ebbe az egészbe, de nagyon kellemetlen volt. Na most ezt leszámítva, most térjünk rá a vidámabb dolgokra. Hoppá, valamit elfelejtettem idehozni, elnézéseket kérem. Valahogy mindig azt történik, hogy nem tudok mindent egyszerre idehozni. Egy pillanat türelmeteket kérem. Na mindegy, most nem fogom kivenni, mert most nézzétek meg a blogban. Na most a következő van, hogy rengeteg minden volt ebben a hónapban, és nem tudom, hogyan kezdjek neki, bár a bevezetőt már mondtam. Visszamentem úszni, vettem új CD-ket, vettem egy kocsit, persze nem igazi autót, mert nyilván nem vezethettek igazi autót, vettem egy kocsit, Hunter kocsiját, tettük a sorozat, amit nézek, a játék és modell oldalon lehet vásárolni ilyen sorozatokkal kapcsolatos ilyen autómodelleket, és minden ilyen klasszikus sorozathoz be lehet szerezni egy ilyen különleges modellt. Ilyen volt az odaátos kocsik is. Én most megszereztem a Hunternek az autóját, egy 1977-es modellt. Hát még a sorozatban nem, még ott nem tart a sorozat, hogy, bocsánat, kicsit feljebb tolom csak kicsit most világosabb. Tehát így néz ki az autó. Bár most a Hunterben még nem tartok annál a résznél, hogy ilyen autója lesz a karakternek, Rick Hunternek. Megvettem a kis autót, és annyira örültem neki, és volt hozzá egy ilyen reklámpapír is, amit eltettem automatikusan a filmdobozba, de előtte persze beszkenneltem. Szerencsére most már nem kell azt csinálnom, hogy elmegyek máshova szkennelni, mert az az igazság, tudjátok, hogy amióta újra van itthon szkennerem, sokkal egyszerűbb mindent beszkennelni. Hát vannak A3-as, meg annál picivel nagyobb képek, amiket nem tudok viszont itthon beszkennelni, de az teljesen jó, hogyha minden megvan, amire nekem szükségem van. Tehát, hogy is magyarázzam el nektek, tudok szkennelni, és ez a legfontosabb. Mert ugye a szkennelt anyagok által, meg abban is, na, a szkennelt anyagok által is megmutatom nektek, hogy mi van, elmondom a történetet, és nem csak a magyar nézőkhöz jut el, és a magyar olvasókhoz jut el az információ, hanem mások, külföldiek is egyébként nézik az oldalamat. Nagyon sok mindent szkennelgettem, például amikor itthon voltam egyedül, akkor ugye ismét felmásztam az előszoba szekrénynek a tetejére, és elővettem újságokat, olyan újságokat vettem elő, amiben ilyen Dallas újságok voltak, régi tévésorozatok újság, meg epizód magazinok. Egy jó részüket kiválogattam, hogy mi az, amikre nekem abból szükségem van, és most azt tervezem, hogy majd valamikor egy
külön adást fogok ezzel kapcsolatban csinálni. Most nem akarok erre a témára rátérni. Én ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy írtam ezzel egy cikket, ami kizárólagosan csak a blogomban lesz elérhető. A Benovelász magazinomban ez most nem lesz benne a legújabb számban, mert hiszen ezek már ki vannak nyomtatva, csak nem én nyomtattam ki, hanem az adott újságos kiadók nyomták ki. Nekem csak annyi lesz a dolgom a későbbiekben, hogy elrendezzem, hogy majd vegyek egy ilyen tartó, ilyen kis ilyen átlátszó, fóliás kis tartót, és bepakoljam a cikkeket. Ezt majd novemberben fogom megcsinálni, mert sajnos hát elég sok anyagi kiadás jött most a hónap végére, főleg most az elmúlt napokban, és így most kénytelen voltam ezt most szüneteltetni. Erre majd külön vissza fogok térni. Csupán annyit fogok mondani, hogy édesanyám nagyon-nagyon sokszor vásárolt mindenféle újságokat. Régebben ő is vett a Best Story magazint, én a tévés sorozatok magazinokat vettem, illetve vettem Epizód magazint. Meg hát ugye én visszaemlékszem arra az időszakra, amikor a Donald Kacsa magazinokat vettem, akkor még 229 forint volt egy szám, és két hetente jelent meg, és nagyon vártam mindig, hogy legyen egy Donald Kacsa magazinom, és akkor az volt nekem, akkor nekem az volt a nagy kedvencem a Donald Kacsa magazinoknak a vásárlása. És így örültem is neki, hogy annó ezeket gyűjthettem, viszont nem tudom, hogy hol vannak, és kár, hogy azok nem tudom, hogy hova keveredtek el, mert én mindig, amikor én vettem egy Donald Kacsa magazint, akkor arra mindig nagyon vigyáztam. Tehát mindig odafigyeltem, hogy ne sérüljön meg, csak az illatuk változott meg az évek alatt, de azt hiszem 20 évvel ezelőtt tűntek el, vagy nem, bocsánat, 25 évvel ezelőtt vesztek nyomuk, és megmondom őszintén bosszantott, mert szerettem volna ezeket is megmutatni egy műsor erejéig, csak hát nem tudom, hova tűntek el. Na mindegy. A lényeg, hogy nagyon-nagyon sok jó és régi újságot találtam a polc tetején, meg voltak ilyen burda újságok, meg ugye édesanyám nagyon-nagyon szerette a burda magazinokat is, meg még ilyen német nyelvű újságokból volt pár darab, meg minden, és még egy lengyel újságot is találtam, de az más témájú volt. Érdekes világ volt az. Meg kiskegyed újságok is vannak, amiben a Dallas befejező részéről esett szó. Egy pillanat, megnézem, hogy itt vannak-e elő, mert akkor meg ezeket még nem pakoltam el. Ezeket már elpakoláztam. Kíváncsi vagyok, azért mégis megmutatom, mert azért mégis éles, vegyes újságok. Hát emlékszem rá, hogy itt vannak pár ilyen újság, amit ugye itt van az, amit régen csináltam, ez a vegyes újságok. Ugye vettem egy ilyen kis paksamétát, és például egyik nap ugye rábukkantam erre a tévé sorozatok újságra. Hát megmondom nektek őszintén, ez egy hatalmas kincs, mert én régen még 2000 végén a tévé sorozatok újságokat vásároltam, és nagyon sok eltűnt azokból is. Szóval ez megmaradt. De ami nagyon-nagyon nagy kincs, ebből ez a plakát, és ez a poszter, új latin megasztár, Emmanuel Ortega. Ugye emlékeztek rá, hogy volt ez a Szeretni beindulásig című argentin sorozat, amit én csak az elejét tudtam csak nézni, mert sajnos a TV2 átpakolta reggelre, és itt van Emmanuel Ortega rajta. Ugye nekem először ugye 2002-ben jelent meg a kazetta, illetve aztán 2003-ban 20 éve megvettem CD-n. Nekem mindkét formátumban megvan a mai napig. Ilyen, és van benne egy csomó sorozat. Itt van a sorozatokkal kapcsolatos info. És igazából más témával is foglalkoztam. Tehát főleg telenovellákra hajazott ez a téma. A vadszenvedélyek, meg Milagros, tehát emlékeztek, aki ismerte ezeket a sorozatokat. Ezeket még én vásároltam, és még jó volt az áruk. Csomó sorozat volt, tehát...
még ilyesmi van, van tévés sorozatok, mint az Epizód magazin, a Russell Arambula, Talia, meg ez a vadszenvedélyek. Ez teljes mértékben egy ilyen telenovellás újság volt régen. És persze egészen más. Én emlékszem, hogy ezt a könyvet egyszer láttam egy boltban, de sose tudtam megszerezni. Ezt szerettem volna egyszer megvenni, sose tudtam beszerezni, pedig ezt meg kéne. De egyébként ezekből tervezek majd egyébként egy, meg itt van a sebzett szíveknek a cikkje, mert ez egy nagyon nagy kincs. Ezeket itthon beszkenneltem, és beraktam a weboldalamnak a fotogalériájába is. Most ugye van 2 darab ilyen Dallas újságom is. Ilyen is van. Na persze nagyon sok minden. Most igazából ezek azok, amelyeket teljesen el akartam egyébként pakolászni. De lesz majd egy olyan adásom, tehát mindenképpen tervezek egy ilyen magazinnézős adást csinálni, amiben meg fogom nektek ezeket az újságokat mutatni. Hoppá! Meg fogom nektek ezeket az újságokat mutatni, és akkor megnézhetitek majd így. De ezenek egy része be van szkennelve, a link alatt megnézhetitek a kis archív cikkeket. Akinek van kedve nosztalgiázni, az nézze meg. Ezen kívül elkezdtem készülni a Halloweenre. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent vásároltam. Például most egyébként felmentem a Aldiba, vettem egy ilyen különleges lassolnivalót. Ugye most jönnek a gyerekek, és holnap jön a párom vendégségbe, Halloweenra, és meg akartam őket letni egy ilyennel. Vettem egy ilyen kis véres tasakot, amiben ilyen üres ilyen üdítőt lehet beletenni, ebben 4 darab van. Vettem 2 csomag ilyen szalvétát. Vettem egy ilyen szalvétát, és szerintem ez nagyon édes, ez dekoráció, ez plusz dekorációnak fogom kirakni, mert még ma este is fogok egy kicsit rendezgetni, és vettem egy 4 darabos tányér szettet, világítósat. Tehát ez egy olyan dolog, ami viszont nem csak Halloweenkor lehet felhasználni, hanem mondjuk egész évben. Mert igazából most én nem ilyen papírtányért vásárolok, amit az ember elhasznál, és kidobjuk a szemétbe. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy olyat vegyek, amit nem csak Halloweenkor lehet használni, hanem természetesen fel lehet használni egész évben. Ez, én egy ilyenhez ragaszkodtam. És vettem egy 4 darabos pohár szettet is, ami szintén világítani fog a sötétben. Ami nagyon bosszant engem az, hogy augusztus végén, amikor elkezdtem névnapomból vett pénzből költekezni, ugye venni akartam egy-két dolgot szeptemberre, és akkor bementem egyszer a Flying Tigerbe, és már megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Halloweenre már akkor kirakták a dolgokat, amit én nagyon-nagyon korainak tartottam, mert nekem az a véleményem, hogy a Halloweenre maximum szeptember végén kell készülni, mert akkor jön el az ideje. Ahogyan a karácsonyra sem ősszel kell készülődni, hanem már úgy november közepétől bőven ráér. Vagy, értitek, vagy november elejétől, vagy november első negyedétől, mondjuk akkor sem inkább a karácsony, hanem inkább akkor az adventi dolgokat rakják ki, és ne a karácsonyi díszeket, meg szaloncukrokat, meg minden. És engem ez nagyon-nagyon idegesít, mert az a baj, hogy mindent olyan hamar kiraknak, hogy leginkább a karácsonynak maradjon hely. És engem nagyon bosszantott az, hogy bemegyek a Flying Tigerbe, bemegyek egy XY helyre, és már a karácsonyt rakják ki, mikor még épp hogy csak ősz van, meleg ősz, akkor mi a lófasznak rakják ki a karácsonyt? Basszus. Nincs értelme. Jó, Magyarországon nem annyira szokás a Halloween ünnepelni, én ezt aláírom, de akkor is valaki a Halloweenre készülődik, és nem csak rólam van szó, hanem nagyon sok fiatal is erre készül. Én azt gondolom, hogy a karácsony az novemberben kéne készülni rá, amikor véget ér a halloweeni ünnep. Mármint, hogy ahogy az ősz vége felé kéne készülődni. Na azt, hogy most kirakják a szaloncukrokat, meg mindent, hát ez egyértelmű, hogy itt a pénz, és a pénzről szól az egész. Hát emlékszem, hogy a párommal, Viktorral már beszéltünk pontosan a karácsonyról, és ő azt mondta, és teljesen igaza volt, hogy igazából elég szomorú, hogy egy ünnepből, ugye a szeretet ünnepéből üzletet csinálnak.
És ebben igaza volt. Jó, a Halloweenből is azt csinálják, de nyilvánvaló, én nem költök annyi pénzt ezekre a dolgokra, mint mások. Tehát azért nyilvánvaló, hogy a Halloween nem kap annyi figyelmet nálunk, mint például a karácsony. Például amikor annyit mondom, például a Halloween tököket én egy héttel, vagy 5 nappal korábban már megvettem, és például ragaszkodtam ahhoz, hogy kisebb tököt vásároljak, mert lehetett kapni nagyobb tököt, de nem. Nem vettem, mert sokkal macerásabb. És őszintén szólva, hogy minél nagyobb egy tök, annál több mécsest kell beletenni az adott tökbe, hogy jól világítson. Egy ilyen mini tök, majd megfogom nektek egyébként, most meg is mutatom nektek, hogy milyen típusú tököt vásároltam. Mert most, ahol a nővérem lakik, ott a közelben nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon szép tököket lehet kapni. És nagyon veszem ezt a tököt. Kb. ugyanúgy néz ki, mint ez a tök ugyanúgy néz ki, mint a többi. Tehát ez teljesen jó. Tehát ezt ma este fogom elkezdeni kivágni, mert ma 29-e van, és ilyenkor én mindig 29-én este szoktam neki látni a töknek, megnézek egy jó filmet, vagy beteszek egy jó kis zenét, és akkor neki látok tököt faragni. És én egy ilyenbe teszem, mert ebben a legrosszabb esetben 2 darab mécses bele tudok tenni, hogy minél jobban tudjon világítani a tök. Tehát ugyanennyiben, jó, az egyik tök a 3-ban egy fokkal kisebb, de minél kisebb, annál jobb. Mert hogyha most veszek egy óriás tököt, az egész drága, másrészt pedig nem tudom rendesen elhelyezni. Most a Tesco-ba, amikor édesapámmal lementem a Tesco-ba, akkor láttam, hogy már 100 forintba kerül egy kiló, tehát kilónként kerül 100 forintba a Halloween tök. És ilyen zöldes, narancssárga színű, és ekkora volt, és ekkora. De nem vettük meg, mert egyrészt nekem már nem kellett. 3 elég, bőven elég. Ráadásul a Flying Tigerben tavaly vettem egy ilyen kerámiából egy ilyen normál ilyen tököt, az is negyediknek tökéletes lesz. Megvan még a tavaly vett Halloween-es gyertya, a fekete gyertya is megvan. Van még egy másik gyertyám is, nem kell egy gyertyára költeni. Egy csomó díszem volt. Hát tavaly elég sokat költöttem kiegészítőkre, idén csak azokból vettem, amik nagyon fontosak voltak. Ezek a kiegészítők, amit a Flying Tigerben vásároltam, azok bőven elég, azok bőven elegendők voltak, mert szerintem ennél többre nincs is szükség. Tehát főleg leginkább megcsináltam a dekorációkat is, hogy ügyeltem arra, hogy természetes díszek legyenek kirakva idén. Tehát gesztenye, falevelek, meg minden, és természetesen néhány régi sérült tobozt is leszettem a felső polcról, amelyeket még akkor hoztam, mikor Istvánnal elmentünk egy autós túrára, de eléggé megrepettek, meg minden, de erre az évre tökéletes. Ragaszkodtam ahhoz, hogy nagyon sok gesztenyét vásároljak, hülye vagyok, szedjek, hát nem veszek gesztenyét. Rengeteg gesztenyét szedtem az orcikertben, rengeteget, hát én majdnem egy óriás zacskónyit hoztam haza. Nem mertem vízbe rakni, mert tavaly vízbe tettem őket, hogy megtisztítsam, és egész szétrohadt. Igazából annyit csináltam, hogy ki öntöttem őket, az ablakba is rakosgattam. Most ha megnézitek, megcsináltam a pókokat, óriás pókokat is készítettem a gyerekeknek, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon sok munka volt, mert én idén maradékokból dolgoztam. Tehát maradékokat használtam fel az idei ünnephez, de volt nekem egy kartonpapír, amit tavaly télen vettem, még a november környékén vettem egy nagy fekete kartont, egy nagy fehér kartonnal, de az a fekete karton szintén sérült volt, ott volt az ágy mögött, szakadt volt, poros volt, letisztítottam egy kicsit száraz zsebkendővel, és neki láttam felhasználni. Erre ideális. Tehát értitek, így szerintem nagyon egyszerű, hogyha Halloweenre készülök, és minden a helyén van. Természetesen lesznek még itt munkáim, mert van, amit meg kell csinálnom, de majd meglátjuk, hogy mi lesz.
De az majd legyen meglepetés, mert most ugye lesz Halloween. Még annyit ezzel a témával kapcsolatban, hogy idén ugye 30, 31 és 1-én van Halloween, ami azt jelenti, hogy holnap kezdődik a Halloween első este. 30-án és 31-én lesz egy kisebb műsor, amit készíteni fogok itt a világon valós központjában. Elsőjén halottak napja van, ez azt jelenti, hogy elsőjén nem lesz Halloween-es műsor, mert akkor a halottakat tisztelem. Meg lesz természetesen gyújtva a töklámpás, gyertyákat meggyújtom, és új is olyan kb. A halloweeni dekorációkat én az advent első vasárnapjáig fogom kint hagyni, mert annyi lesz csak a változás, hogy a tökök azok maximum 3 vagy 4 napig lesznek, mert tökök tuti szét fognak rohadni pár nap alatt, és természetesen ezt nem akarom, hogy totálisan ellepjék a muslincák, tehát azokat meg ki fogom majd dobálni, sajnos azok a valódi tökök azok nem nagyon bírják. Azt fogom viszont csinálni, hogy amiket most csinálni fogok ilyen tököket, az összes ilyen magot kiszedem belőlük, letisztítom, kiszárítom, és elteszem őket egy zacskóba, hogy ne romoljanak meg, és gondoltam, hogy megpróbálom ezeket elültetni nyáron, hát ha lesz valami. Látha lesz valami belőle, mert a YouTube-on észrevettem olyan videókat, amiben ilyen gyümölcsök, meg zöldségek magvait elültetik, és abban valami új növény lesz belőle. Én örülnék annak, hogyha lenne nekem házi készítésű tököm, és akkor abból akár osztogatnék is ajándékba. Ezek arra jók egyébként, hogy meg lehessen ezeket csinálni. Tök jó lenne. És persze van egy ilyen is, amit dísznek vásároltam. Itt is lesz majd egyébként itt dekoráció az asztalon is, csak most meg kell csinálni. És akkor mikor a nővérem megkért minket, hogy én is a gyerekek menjünk le a boltba tököt vásárolni, de csak gömbbe jött levelem. Ugye az iskolájában, ahol a macikám jár, ugye ott Halloween-t ünnepelnek, és ennek én nagyon örültem, a nővérem pedig azt a feladatot kapta az iskolától, hogy legalább 2 darab tököt vigyenek be az iskolába. A Luiziék is ünneplik a Halloween-t. Persze ők hamarabb ünnepelték, mert jövő héten őszi szünet lesz. És akkor vettünk egy ilyen ledet, ilyet szeretnék berakni. Na most tavaly ilyen a, kb. Ilyen a, nézzétek, ilyen a, ez egy Michael Myers-ös kis agyagocska. És szeretnék majd még ebben még párat venni, semmi, mert azon mert gondolkoztam, minél kevesebb gyertya, annál jobb. Tehát ez fontos. Hát ennyit a Halloweenről. Hát ma este készülődök, még ma este fogom elkezdeni a faragásokat, és akkor utána pedig nekilátok a holnapi előkészületek. Mert ugye holnap nem megyek művészetterápiára, mert jön a párom 1 órára, és én akkor nem akarom, hogy kapkodni kelljen, akkor úgy az lesz, hogy én szeretném őt nyugodtan várni, hogy jön, és akkor nem lesz semmi gond. Na, hát ennyit a Halloweenről. Természetesen még annyit, hogy a Benovelász magazinom legújabb száma Halloween hangulatú. Nem tudom, mennyire látjátok, aki mondjuk olvassa a blogomat, az mondjuk azt most nem látja a borítóját, most megpróbálom kinyitni, mert most fóliázott a ilyen külső átlátszó borítás is kapott, már régóta az újságom, így néz ki az újságomnak a... Ezeket én rajzoltam meg mikrontollakkal, beszkenneltem és átalakítottam a Photoshop segítségével, és giffé alakítottam át. És ezek eredeti fa levelek. Eredeti fa levelek, tehát itt az eredetiség és a természetességet vettem figyelembe. És természetesen itt vagyok benne, egy ilyen tetoválásokkal, ilyen kis arctetoválás. Hát megmondom, hogy egy picit megsérült az arcom, amikor rátettem és bepróbáltam leszedni, hát
Azért van még belőle, csak ugye gyerekeknek is félretettem a tetoválásokból. Visszamentem úszni, megjelent a Sikolyha DVD-n, ez pedig, pedig a képeslapok. Most a képeslapok, a legújabb képeslap gyűjteményt majd az karácsony előtt fogom nektek megmutatni, mert akkor fog betelni a lexikon. És megrajzoltam a Sikolyhatnak a borítóját is. Pontosabban nem a borítóját, hanem a szellemállarcot. Na, akkor kezdjük el a mai adást a Benovelász magazinom legújabb számának a bemutatásával. Azt ugye tudnotok kell, hogy két részes már a Benovelász magazin. Ide van írva, tisztelt olvasóm, kérlek ne nyisd fel ezt a naplószakaszt, mert privát szektor. Bizalmas, személyes képeket és cikkeket tartalmaz. Köszönöm, Benovelász. Tehát ez, ami itt van, ezek nem nektek való tartalom. Ebben az én személyes érzelmeimet írom le. Senkire nem tartozik. A melegségemről írok benne, a idézőjelbe téve gyengeségeimről írok le benne, és írok a vágyaimról benne. Tehát nem akarok erről beszélni, sem írni. Most egy kicsit visszafelé fogunk menni. Itt vannak a tévéműsorok. A tévéműsor is egy kicsit más lett, mert mivel most jön a... mivel most 2024 az... a 2024 január 1-i program az hétfői naptól indul, akkor tervezek a kitalált TV csatornáimon drasztikus lépéseket tenni. Ezekben majd decemberben fogok mesélni, mert akkor jön el az idő, mi nincs teljesen megtervezve az egész. Itt vannak a mikronrajzok. Ezeket ugye megrajzoltam erre a sima papírra. Egy olyan embertől örököltem ezeket a papírokat, aki már nincsen. És én kaptam tőle rengeteg ilyen sima lapot, és ezekkel nagyon könnyű dolgozni. Most én megrajzoltam a Halloween mintákat. Halloween mintákat megrajzoltam, amiket én természetesen beszkenneltem, és a fejlécseimbe pakoltam. Persze másféle rajzaim is vannak, azt megnézhetitek. Ez úgy néz ki, mint egy alagút, egy űrszelvény. Végül is az, ha úgy veszük. Itt is van egy ilyen mikron. És az oldal eleje, hogy most belemegyek a újságomnak az elejébe. Itt van ez a nagy kép, ami ki van téve az ajtómra. Ezek a itthoni szobai plakátjaim, amiket kiraktam, mert ugye elővettem a narancssárga merített papírjaimat, és volt egy ilyen nagy doboz, és abból a dobozból levágtam egy részét, hogy abból plakátképet készítsek. Ugye emlékeztek, amikor volt az Alejandro Fernandezből ez a válogatás, ez most került be az újságba. Ez igazából ez október 3-án írtam ezt a cikket. Ugye jóval korábban meglett a CD. Írtam róla bővebben egy cikket Alejandro Fernandezről, a CD gyűjteményemről, és itt van a Hunter-os cikk, ilyen reklámban van benne, ilyen csomagolású volt, és itt van az a reklámpapír, ami nekem megvan, ezt szkenneltem be és illesztettem ide, csináltam egy ilyen kis autófotózást, itt is, itt van a szinkronjátékos alkalomnak a alkalma, itt van a Csőre Gábor színész, aha, és itt van ez a személyes, ezt én most az, amikor volt a baleset. És ugye megjelent a Sikoly 6 DVD-n. Hát én megvettem DVD-n a filmet, ugye DVD-n vásároltam meg a filmet, mert volt hozzá magyar szinkron, és csináltam a DVD-ből képeket is, hogy az olvasóinak, vagy aki megnézi az újságomat, az képben legyen, hogy miről is szól a film, hogy mit tartalmaz a film. Itt van a reklámja, itt van a reklám címkéje, meg a filmből a további képek. Most meg is állok,
mert meg akarom nektek mutatni a Sikoly 6 DVD-t, így néz ki. Hát megjelent a film. Érdekes volt, én örültem neki, hogy megvan, mert nem gondoltam volna, hogy ki fogják adni. Tehát ezt a Gamma Home Entertainment adta ki. Mert az igazság, hogy nagyon-nagyon-nagyon bosszantott az, hogy például a Halloween Ends-t azt ki se adták DVD-n, még a gyilkos Halloween-t sem forgalmazták Magyarországon, csak egy külföldi oldalon tudta megszerezni magyar szinkronnal a filmet, drágábban. Viszont a Sikoly 6-ot DVD-n, mikor megszereztem, én nagyon boldog voltam, hogy meg tudtam nézni, és hogy főleg hogy ezzel a borítóval, mert ez egy nagyon jó borítója a filmnek. Két előrendelésben van a film zenei CD-je is, tehát az, hogy valamikor meg fog jönni. Majd arról is fogok egyébként majd valamikor egy beszámolót írni. És most, hogy én megnéztem újra a filmet, így néz ki egyébként belül a filmnek a belül így néz ki. Érdekes, hogy a Horoszkóp csoportban hogy mindenki Blu-ray-en vásárolta meg a filmet. De érdekes volt, hogy akkor újra megnéztem a Sikoly 6-ot DVD-n, én jobban tetszett, mint amikor először megnéztem a moziban. Ragaszkodtam ahhoz, hogy minél hamarabb megvehessem a filmet, bár nem tudtam hamarabb megvenni, mert ugye itthon voltam egyedül, nem tudtam elmenni megvenni a filmet. És végül aztán egy hétfői napon vásároltam meg, akkor mentem el megvenni a filmet, és az Expressnél rendeltem meg, mert állítólag még boltban sem árulhatják a filmet az X-es jelzése miatt. Tehát én nem szeretem azt, amikor egy filmet így leamortizálnak. Tehát én azt nekem véleményem szerint a Sikoly 6 nem volt olyan durva film, mint például a 2003-as vagy a 2006-os texasi láncfűrészes mészárlás. Tehát az sokkal kegyetlenebb és betegebb volt, mint ez a film. Azért, mert most a bőrpofa, azért, mert most a szellempofa kicsit átment brutálisabb változatba, ez a film oké, inkább egy erős 18-as kategória lett volna, de nekem véleményem szerint, és meg is írtam egyébként a cikket a Sikoly 6-tal kapcsolatban, hogy így egy ilyen korhatárbizottság milyen alapon épít le egy ilyen jó filmet. Tehát most gondoljatok bele, most valamilyen filmen mondjuk 22 órakor játszhatják a mozikban, kevesebb nézője lesz. Tehát nem mindenki fogja tudni megnézni. Így akárhogy is vesszük, most Máté barátommal nem tudtuk megnézni a filmet, mert ő nem szokott ilyenkor elmenni. És én sem szeretek késő este moziba menni. Tehát hogyha mondjuk egy filmet szeretnék megnézni, én megnézem délelőtt vagy délután. Tehát emlékszem, amikor a Halloween Ends-t a moziban műsorra tűzték, akkor ilyen dél körül vagy egy óra után volt a premierje. Én a premier napján néztem meg a filmeket, és én azon teljesen meg voltam elégedve. Egy mozipénztár például maximum akkor elkéri egy diáknak a személyigazolványát, vagy diákigazolványát, és akkor eldönti, hogy mennyire beengedik-e a filmre, vagy sem. Tehát én nem értem, hogy most nem elég, hogy mindenfajta filmet, meg már a tévében is, jó, én nem nézek tévét, csak láttam, hogy anyám nézi, és onnan tudom, mi zajlik benne, hogy már a reklámokat is korhatározzák előszeretettel reklámozzák, tehát előszeretettel korhatározzák a reklámokat. Nem tartom ezt normális dolognak. Most egy reklámok nekem sosem ártottak meg. Én azt gondolom, hogy egy reklám nem valószínű, hogy az megállt egy gyerek, nem hiszem, hogy megállítja a gyerek fejlődését egy reklám. Én azt gondolom, túl sok reklám van a tévében, és sokkal több időt vesz ki egy csatorna napjából, mint maga egy film vagy egy sorozat. Tehát a reklámok azok nézhetetlenné teszik az adott filmeket. Én ezért is szoktam le a tévéről, mert hány ingerem van a mai magyar televíziózástól, mert csak a pénz és a reklámról szól az egész. Főleg, hogyha a YouTube-on is már ránk erőszakolják azt, hogy ki hogyan zabálja a csokoládét, meg ki hogyan zabálja a nem tudom én micsodát, és akkor nekem azt kell látnom a helyet, hogy az adott videót megnézem, amit engem érdekel. Kurvára nem érdekel, basszus. Ennyi. Tehát rá erőszakolják az emberekre a reklámot,
És én olyan szinten ez az a korhatárbizottság is, érted, elment a pokolba, szó szerint. Nekem ez az én véleményem róluk. Most ezt a fűrészfilmet is kiixelték. Jó, én nem, jó, engem nem érdekel a fűrész X, engem nem érdekel a fűrésznek az újabb része, mert nekem a fűrész első négy része az bőven elég volt, nem voltam rá kíváncsi. Na arra tényleg azt mondom, hogy az eléggé kegyetlen film, de engem nem kavart fel. Tehát engem jobban felkavart, még egyszer mondom, a 2003-as texasi láncfűrészes. Én emlékszem arra, hogy 2007-ben megvettem DVD-n a Tesco-ban, még olyan 700 forint körül, megnéztem, és én nekem nagyon rossz érzésem volt utána. És 16-os korhatár karikát kapott a film, holott az lehetett volna X-es. Mert azért tényleg egy félelmetes és kegyetlen film volt, úgy, ahogy van. Tehát vannak olyan filmek, amelyek tényleg azt mondom, hogy kurva kemény film. Például emlékszem rá, hogy volt egy olyan film, hogy a Halál ezer arca, vagy egy sorozat, vagy film volt, és abban láttam egy-egy részletet, arra tényleg azt mondom, hogy megérdemli az X-es besorolást. De nem egy sikoly hat. Tehát nem egy sikoly hatot, ami mondjuk egy ami ráadásul egy népszerű horror sorozatnak a darabja. Tehát nekem ez a véleményem erről. Önmagában, amikor újra megnéztem a filmet, akkor jobban meg tudtam nézni a filmet, mert amikor az ember megnézi a moziban, leginkább az újdonság, az leginkább az újdonság érzetet tapasztalja a Sikoly 6-ból. És amikor megvettem a DVD-t, én ragaszkodtam ahhoz, hogy először újra megnézzem az ötödik részt, mert azt már hatszor megnéztem, miután megvan DVD-n. Meg akartam újra az ötödiket nézni, és azzal összekapcsolni a hatodik részt, hogy legyen egyfajta folytatás, közvetlen folytatás. És nagyon jó volt. És nem bántam meg, mert közel 4 órán keresztül itt feküdtem az ágyamban, most már úgy van elrendezve a szobám, hogy a monitort ide tolom, és akkor ágyban fekve tudok mozizni, mert én ezt szeretem. Vagy letöltök egy filmet, vagy megveszem DVD-n, ami érdekel. Mert egyszerűen a tévében semmi nincsen, nincs újdonság. Tehát innentől kezdve nem érdekel. És az alj, a celep, bohócok meg rohadtul nem tudnak engem érdekelni. Tehát hülyítsenek másokat, de ne engem. Nem, mert az az igazság, tudjátok, hogy én már nagyon sok éve kiábrándultam a mai magyar tévéből, mert hogy már egyébként tévé újságot se veszünk, tehát úgy van, hogy anyám már az interneten nézi a tévéműsort, mert semmi értelme tévé újságra költeni. Amikor is nem is adják, nem is pontosan az megy sokszor a tévében, amit adnak. Most az, hogy minden csatorna szinte műsorra tűzi a kalámbót, amit az ember már annyiszor látott, és többszörösen lerágott csont, leadják a Dallast is, nem tudom hányadszorra. Tehát azt mondom nektek, hogy annyi felesleges tévé csatorna van, hogy erre már előfizetni sem szabad. Szóval most komolyan. Tehát itt szinte minden megvan az interneten, amire szükség van. Jó, persze. Nagyon sok olyan sorozatot nem tűznek műsorra, ami régen volt óriási siker, és mégsem képesek a mai napig megvetíteni. Tehát inkább adják a lerágott csontot. Hát én nem vagyok, bocsika, de én erre nem vágyom. És kimondom nektek őszintén azt is, hogy bizony már eredeti nyelven is letöltök filmeket magamnak, olyan filmeket, amiket nem találok meg magyarul. Mert nincs fent. Nekem az is bőven elég, basszus. Én önmagamról gondoskodok ilyen szempontból, mert azt, hogy most van egy film, emlékszem egyszerűen, még tavaly karácsonykor volt az, hogy a Luiziék nézték a reszkesettek betörőket a TV2-n, és folyton megszakították a filmet. Tehát az, hogy most basszus, mi a francnak? Most vagy karácsony van, vagy reklámot kell nézni. Az a tévécsatornákra üzenem. Na, ezt. Nem lehet így nem lehet. Tehát egy kereskedelmi tévének, ha meghatározhatnak egy kereskedelmi tévének, hogy mennyi reklámot adhat le, nem attól fog éhen halni egy kereskedelmi csatorna, hogyha csak reklámmal tölti ki a műsor idejét, mert egyszerűen így az ember nézhetetlen lesz. Én nagyon jó példát mondok, a mandarin. Ha az ember a mandarin teszik és tele van maggal, nem tudja élvezni az ízét. Kész. Nincs értelme. Ennyi.
Sajnos ez van, nem tudok erre mit mondani. És mondjuk, ha belegondolok abba, hogy jó, mondjuk a Sikolyból és a nagyon szintén nem is tűzik műsorra a Sikoly filmeket a kereskedelmi tévék, még a Halloween filmeket sem. Kezdtem, és fogják műsortűzni a tévék, mert még tévében se adhatják le. De DVD-n megvan. És nekem elég egyébként. Érdekes. És olyan jó volt, amikor néztem ezt a filmet, ezt a Sikoly hatot, mert amikor másodszor megnéztem a filmet, egyébként most néztem meg nemrég negyedszer is, hogy annyira jó volt nézni, és olyan jó, hogy jobban megismerd ezt a filmet, és a gyilkosságokat leszámítva ebben a filmben, én a lélektani oldalát is észreveszem a Sikoly hatból, mert hogy amikor visszatekintenek a múltba. Ugye van a Sikoly hatnak egy jellegzetes jelenet, amikor egy raktárépületben megtalálják az előző részekben használt kellékeket, skések, csukják, maszkok, véres ruhák. Tehát az eddigi szellemmaszkos gyilkosságok során begyűjtött bizonyítékok egyben megtalálhatók abban a raktárban, és olyan jó volt visszaemlékezni, hogy hú, ez abból a részből származik, ez amabból a részből származik, és olyan félelmetes volt. Önmagában egyébként a Sikoly 6-nak nagyon jó a zenéje, ami ugye is figyeltem a háttérzenéket is, sajnos nem a Marco Beltrami vállalta el a filmzene elkészítését, ugye már az ötödik résznek sem ő vállalta el. Érdekes módon, hogy amikor még az első négy részt a Sikolyból megcsinálták, akkor ugye azt mindig a Wes Craven rendezte, és a Marco Beltrami volt a filmzenének a zeneszerzője. De érdekes volt az, hogy amikor már nincsen Wes Craven, akkor ugye más a rendező, és más a filmzenének a zeneszerzője is. Na most a Sikoly 5-nek nem tudtam megszerezni soha a zenét, mert nagyon durváron árulták. Én őszintén szólva nem igazán örültem annak, hogy nem tudtam beszerezni. Én örültem volna neki, hogyha meg lesz, de hát esélyem nem volt rá. Most viszont úgy látszik, hogy most meg tudom szerezni a hatodiknak a zenéjét. Kettő darab CD-ből áll, és ilyen instrumentális film zene. És most elmondok nektek egy olyan dolgot, amikor régen nem voltam még, amikor még régen nem telt annyira, annyi CD-re, mint ma, akkor emlékszem arra, hogy mennyire vágytam a Sikolynak a zenéjére, a Marco Beltrami féle filmzenére. És emlékszem rá, hogy én meg is tudtam szerezni a Sikoly 3-nak az instrumentális filmzenét, és olyan jó volt, nagyon rövid volt a filmzene, de nagyon tetszett. Önmagában nem csak a... Jó, izgalmasak benne a gyilkosságok, néha túl kegyetlenek, de önmagában a Sikoly, és meg is mondtam egyébként a Viktornak, mikor megkérdezte tőlem, hogy én, aki érzékeny vagyok, miért szeretem a horrorfilmeket, mondom, Viktor, nem. Érzékeny ember vagyok, de meggondolom azt, hogy melyik horrorfilm típus az, amit nem kavar fel engem. Például a Halloween filmek közül, amikor én először láttam a Halloween első részét, a 78-as klasszikust, engem felzaklatott a film gyerekkoromban. Igen, mikor is láttam a filmet, olyan 2002, olyan 15-16 éves voltam, igen, akkor az engem sajnos felkavart. És igen, akkor nagyon féltem Michael Myers-től, de később, hogy egyre érettebb lettem, a film egy első számú kedvencemmé vált. Nem azt mondom, hogy sorrendbe teszem a kedvencemet, nem teszem sorrendbe, fontossági sorrendbe. Nekem a nagy kedvenc horrorfilmem az Sikoly lesz mindig. A Sikoly engem speciál sose kavart fel. A Sikoly az egy olyan film volt, hogy ahogy eleve a maszkostól sose féltem. Olyan volt a filmnek a zenéje, ami a háttérzenéje, ami igazából soha nem kavart fel, soha nem volt tőle rémálmom. Tehát a Sikoly ez egy ilyen hangulat horrorfilm volt. Hogyan magyarázzam el nektek? Az első rész az olyan volt, hogy
abban még mindenki a fiatal volt, a Sydney is, a Dewey, meg a Gale is fiatalok voltak, és emlékszem arra, hogy teljesen más világban játszódott. Akkor még azt nem figyeltem, hogy ki volt a filmnek a rendezője, maga a történet vonzott. Aztán ugye láttam a Sikoly 2-t. A Sikoly 2 az még nem volt annyira félelmetes. A Sikoly 2 az egy kicsit ilyen gagyi verzió volt. A Sikoly 2 az egy tipikus tini horror kategória volt. De a Sikoly 3 az visszatért az első rész hangulatához. Visszatért. Új újítást adott a Sikoly 3 annak idején. Én nagyon-nagyon szeretem a Sikoly filmek közül az első rész és a harmadik rész tetszik a legjobban. A harmadik rész visszatér a múltba. Visszatér a múltba, és nem csak azért tér vissza a múltba, mert Hollywoodban leforgatják a Döfés 3-at, és megjelenik a díszletben az első résznek az a borzalmas háza. Nem. Nem. Tehát értitek, az első részben lévő, tudjátok a végén, amikor a Sikoly első részének a végén lévő háznak a díszlete megjelenik a filmben, a Sydney házát feldolgozzák díszletben. Nem csak ezáltal tér vissza a múlt a harmadik részben, hanem filmzeneileg is. Filmzeneileg is. Na ez egy nagyon jó zene. Ez a tipikus, jellegzetes Sikoly zene. És a harmadik rész, annak nagyon jó volt a lezárása, ugye ezt 2000-ben forgatták, és olyan úgy volt, hogy a film véglegesen befejeződik, de amikor 2011-ben feldolgozták, hülyeséget mondok, akkor 2011-ben megcsinálták a Sikoly 4-et, hát azt szerintem már nem kellett volna. Ez nekem ott a véleményem. Annak is jó volt a zenéje, csak abban ugye Sydney-ek meg a többiek meg kicsit idősek voltak, érettebbek voltak, és egy egészen más generáció lépett. És az ötödik részben Sydney, Dewey meg a Gale már háttérbe szorultak, és egy teljesen új fiatal generáció lépett be, Billy Loomisnak a lánya, Sam, aki a Billy Loomis volt az első részben a gyilkos. A Stewval. Tehát ők ketten voltak a gyilkosok. És igazából most az ötödik és a hatodik rész a Samre, Billy lányára összpontosít, és a baráti körére. Most oké, egy új generáció, egy új hangulatvilág tér vissza a Sikoly filmekbe, és ezek az új Sikoly filmek, a negyedik, ötödik, hatodik rész hangulatai már nem olyan, mint az első háromnak, mert egy új időszakba lépett a széria. Egy új trilógia született. A trilógia egy három részből álló film, vagy bármilyen könyv. Értitek? Tehát a legfontosabb az, hogy a trilógia, milyen volt a Csillagok háborújának is egy trilógiája, vagy trilógiának nevezünk bármilyen, nem tudom én még milyen filmet, de a lényeg az, hogy a Sikoly annyira népszerű volt, hogy leforgatták a negyediket, ötödiket és a hatodikat. Most a hetedik van terítéken, nem tudni, hogy mikor fogják műsorra tűzni, de majd meglátjuk, mi lesz. És érdekes, így visszatérve még a Sikoly témájára, én örültem annak egyébként, hogy ez most megjelen DVD-n, és ugye a hatodik rész, az ugye erősen ott is visszatért a múltba egy kicsit a történet, azzal, hogy előhozták ezeket a régi bizonyítékokat, a régi maszkokat, és egy kicsit olyan volt, és egy kicsit azt éreztették a nézőkkel, hogy olyan 25-26 év után
Sikoly karaktere, mármint a szellempofa karaktere legenda. Legendás lett. Még ez a filmzenei háttér is ezt akarta sugálni. Nekem ez a véleményem. És örültem, hogy az alkotók gondoltak erre a mozzanatra. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a következő. Meglátjuk. És ugye meg is lettem, örültem neki. Most felkapcsolom a lámpát. Itt van a film. És most vannak a CD-k. Na most, mielőtt belevágnék a CD-s részbe, visszamentem úszni. Itt már vannak személyes dolgok, de azért most mindegy, elmondom. De visszamentem úszni, hát itt vannak, visszamentem úszni, mert szükségem is volt erre. Itt vannak a mikron, ezek a képeslapok. Ott még a művészetterápiás beszámoló. És akkor még a végén mindjárt fogunk, tovább beszélek róla, de most el akarom mondani, hogy az úszás egy érdekes dolog, mert most visszamentem úszni. Most vettem egy 5 alkalmas úszásbérletet, lekapcsolom a lámpát. Vettem egy 5 alkalmas úszásbérletet, ami is jobban megérte, mert akkor nem kell minden héten elmennem a suhanyba kifizetni az összeget, és akkor elmegyek órára. Most, hogy lesz őszi szünet, most is lesz egyébként úszás, csak úgy lesz úszás, hogy még többen fognak most menni a Bencéhez. És megtudtam azt, hogy Bence a oktatóm, az házas ember, és két fia van, és 33 éves, és meg is mondtam neki, hogy hát ő nem lesz ebből problémája, hogyha őszi szünet, és a gyerekekre kell vigyázni, mondta, hogy megoldotta. És kíváncsi leszek, hogy milyen lesz most a következő alkalom. Már volt, amit felejtettem úszásból, de volt, amire emlékeztem. Most legutóbb az volt, hogy a Bence bedobott különböző karikákat a medence különböző részeibe, és lábtempóznom kellett. Úgy kellett lemennem a víz alá, hogy szemüvegben, sapival lemegyek. És amikor egy karikát megfogtam, bele kellett fújni. Nekem egy a problémám, és meg fogom nektek mutatni, nekem mi a problémám az úszással. Itt vagyok a medencében, itt a dolog, és én mindig úgy kezdem az úszást, hogy googolok. És akkor googolva kezdem el az úszási feladatokat, be kell fújnom a levegőt. És így elsüllyedek. Tehát nem tudom a fejemet fenntartani a vizen, amikor úszom. Tehát hiába, tehát próbálom, de nekem azt nem tudom megtanulni, hogy amikor befújom a levegőt, ugye 2-3 másodpercet kell várni, hogy kiadjam a levegőt a vízben. Én ezt mozdulatlan helyzetben, a medence széléhez támaszkodva meg tudom csinálni. De amikor nem támaszkodom sehova, és úsznom kell egyenesen, lábtempózni meg minden, akkor hiába emelkedik fel a fejem, el fogok süllyedni, mert nincs mi tartson. És nem tudok egyszerűen, ez a bajom, amit nem tudok egyszerűen mai napig megtanulni. Egyébként én nem tudom, én nagyon félek attól, hogy ez nem fog később se sikerülni. Hát én amikor Zalakaroson nyaraltam, én emlékszem rá, hogy én ott legalsó medence, a legalsó szintnek a nagy, az óriás medencében ugyanolyan mélységű az a medence, mint az úszodában a nagy medence, 1,60 méter. Na most én a Tam medencében próbálok, tehát meg fogom próbálni azt, hogy mondjuk kedden a nagyobb medencében kéne kipróbálnunk a Bencével az úszást, és azt fogom csinálni, hogy én megpróbálom ott mély vízben próbálom ezt már átvenni, mivel az a nyakamig ér az a víz, tehát azzal nekem nincs problémám. Én rengeteget próbáltam a vízben, amikor Zalakaroson voltam. Ugye én nem csak fürödtem és jól éreztem magamat, hanem egyben gyakoroltam az úszást. Volt olyan alkalom, mikor beleugrottam a vízbe, hogy a belső félelmeimet legyőzhessem.
de mégsem tudtam úgy a fejemet a víz alatt tartani, hogy ne süllyedjek el. Nagyon kellemetlen volt. És hát, ez nekem a mai napig nem megy. Meg van ez a kacsa mozdulat, meg ez a hogtied mozdulat, amit tudtam most átvenni. Még azt mondta a Bence, hogy ezen lesz még gyakorolnunk, de úgy érzem, hogy nagyon lassú vagyok. Tehát lassan tanulok. És kellemetlen egyébként. Az például, most az úszás az olyan sportág, amikor is nagyon-nagyon kell ügyelni a megfelelő lábtempóra, mert hogyha nem figyelek oda a lábtempómra, vagy például a sarkam kín van a víz felett, vagy a fenekem kín van a víz felszínén, akkor is hibákat követek el, de én nem mindig veszem észre a hibáimat. Tehát innentől kezdve nekem az a gondom ezzel, hogy egy ilyen nehézségekbe ütközök, viszont nincs ezzel probléma, mert én bízom benne, hogy ez be fog majd állni idővel. De a Bence azt mondta, hogy egy bizonyos lábtempós részén deszkát használjak. És ezzel nincs is problémám. Ennyi. Tehát most fogunk menni, szépen haladni fogunk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Én bízom benne, hogy haladni fogunk. Azért azt mondom nektek, hogy félig meddig, de tudok úszni, és ez nagy dolog. Tehát azt megtanultam már 2014-ben, hogy a testünk az lebeg a víz felett. Tehát nem süllyedünk le, hogyha elengedjük magunkat, akkor a víz az feljebb fog minket, tehát a víz az feltol bennünket. A víz feltol bennünket. Tehát a vízen lebegünk. Csak nem mindegy, hogy hogyan csináljuk. Most megpróbálok valamit kitalálni, de van egy ötletem. Csak ez volt az edző segítsége kell. Ennyi. CD-k. Hát most idén, e hónapban 4 CD-t vásároltam. Ugye a születésnapra kapott pénzeknek a nagy részét én el tudtam tenni, mert vártam olyan CD-ket, amiket meg akartam vásárolni, most már felkapcsolom a lámpákat. Vártam olyan CD-lemezeket, amiket szerettem volna megvásárolni, mert egyrészt valamelyiket olcsón tudtam beszerezni, a másikat pedig volt, ami újdonság volt, egy picit drága volt. Ez a Laura Pausin és a Kylie Minogue-nak az új lemez, és később jön még 2 darab CD. Így néznek ki. Most meg fogom nektek mutatni, hogy pontosan egy pillanat türelmeteket kérem. Jó. Előtte még meg akarom nektek mutatni a halloween-i előkészületes képeimet, hogy hol is tartok, és itt vannak a tetkós rajzaim, és a Pausini albumnak a reklámja, album reklám. Néz ki. Na, az újságot most akkor letesszük, a Benovelász magazint most megmutattam nektek, nézzétek meg még jobban, ez egy nagyon jó kép rólam egyébként. Senki ne rémüljön meg, nem sérültem meg. És most jön a mai nap utolsó témája, én pedig 4 darab CD-t fogok nektek bemutatni, melyből utólag fogok készíteni egy unboxing videót, amiben meg fogom nektek mutatni önmagát a kiadványokat, most csak átnézzük őket, jó? Na most ugye megjelent, most először is megjelent egy, ugye én a Tamással, a Face the Music-nál, ugye szoktam nézni azt, hogy mikor milyen újdonság jelenik meg, és felfigyeltem a Kylie Minogue-nak az új albumára. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert olyan, hogy van, hát ugye emlékszem, amikor megjelent legutóbb a Disco című lemeze, akkor abból max néhány szám tetszett nekem csak, de 1000 forintos áron vettem meg. Egy ilyen egyszerű papírtokos kiadásban jelent meg az album, igazán meg sem érte volna ennél több pénzt kiadni érte. Ugye később a Disco-nak megjelent egy ilyen deluxe, jobb minőségű verziója, de ez már nem érdekelt. Viszont Kylie Minogue most megjelent albuma, a Tension, vagyis Feszültség, egy érdekes kis album, mert engem nagyon magával ragadott, ugye én nekem fontos az, hogy sokszor a borító megsúgja, hogy milyen egy albumnak a minősége. Ilyen volt a John Mayer lemez is,
és most nem csalódtam az érzéseimben, gondoltam, adok egy lehetőséget a Kylie Minogue új lemezének. Ez a Deluxe változata, ami eredetileg 11 számot tartalmaz, de nekem 14 dal van rajta, és így néz ki, ez egy könyves kiadvány. Persze különböző színekben kapható kazettán is, meg bakelit lemezen is, és még a borító színvilága is teljesen eltér a többitől. Ilyen a, így néz ki, ebben van benne a CD, ilyen a lemeznek a kiadvány, ilyen a CD-nek a külseje, és ilyen jópofa kis könyv. De ezeket majd én meg fogom nektek akkor mutatni, ha majd lesz egy unboxing, tehát lesz egy októberi unboxing. Tehát igazából így néz ki. Ugye a rádiókban a Padam Padam című számot nyomatták folyamatosan, mert ahányszor elmentem egy boltba, mindig ezt a számot nyomták. Én onnan tudom. És aztán én mondtam, hogy az a szám annyira nem igazán jön be, de a többi nagyon jó. Tehát vannak olyan számok, amik ilyen régi Kylie Minogue hangulatot áraszt, volt, ami mindenfajta stílust magába foglal. Tehát nem tudom, hogy ki ismeri a YouTube-on ezt a Retro Wave csatornát, ami egy mai modern zene, de 80-as éveket, de a 80-as évek hangulatát tükrözi. Na most ugyanilyen típusú a Kylie Minogue-nak is az új lemeze, és ezért döntöttem, hogy megveszem az új lemezt, mert én nagyon szeretem a 80-as évek zenéjét, és Kylie Minogue egy ilyen jó kedvet sugárzó, és nagyon-nagyon szuper hangulatot adó albuma, ami igazából nekem nagyon-nagyon engem nagyon meglepett, mert ugye belehallgattam a korábbi Kylie Minogue lemezre, például a Goldenbe, a Diszkóba, de sosem érdekelt az, hogy megvegyem. Hát emlékszem rá, hogy mikor annó megjelent az előző lemezei, mindig, ugye én mindig, amióta van Spotify, én minden ismertebb énekesnek a zenébe csak belehallgattam, hogy milyen. És rájöttem arra, hogy fú, az nem jó. És emlékszem, amikor megjelent a Golden című lemeze, akkor az nem érdekel. Hát láttam ilyen aranyozott magnó kazettán is, díszdobozban, 70 ezer forintos áron. Aztán volt a diszkó is, annak is kiadták így az albumát, de nekem ez nem igazán jött be. De Kylie Minogue eléggé modern zenéket adott, és most ezzel a Tensionnel egy olyan lemezt készített, amire azt mondom, hogy megérdemelte, hogy megvegyem CD-n. Ha most én most még bakelit lemez gyűjtő lennék, biztos, hogy befektettem volna a bakelit verzióba is, de már nem érdekel. De nem érdekel. Persze láttam az interneten olyan Kylie Minogue rajongókat, akik megvették az összes formátumban, az összes színben az új albumot, és ennek a könyvnek van egy ilyen verziója is, tehát amik ilyen magas volt. Tehát ugyanez, csak nagyobb könyves változatban. És mondtam magamban, ennek most mi értelme van, akkor mit vettem meg? Hát megnéztem a neten, és ugyanaz volt, ami itt volt. Persze a Deluxe verzió fél ilyen műanyagtokos verzióban is megjelent, csak hát én, mondjuk ez nekem jobban tetszik, mert szeretem, hogyha ilyen könyves, mert ilyen kemény táblás könyv, az nem olyan, mint a kemény táblás könyv, az nem olyan, az nem sérül annyira, mint az olcsó papír, digi pakos kiadvány. Tehát, ami ugye nekem megvan az Abba Voyage című lemeze, és ilyen digipak formájában, hát rohadtul nem örültem neki, mert az kicsit megsült a tokja. Jobban szeretem, hogyha a tok az műanyag, és az könnyebb. Na mindegy. A lényeg az, hogy a Kylie Minogue-nak olyan számai vannak ezen a Tension lemezen, ami kicsit visszalepít a 80-as évekbe. Egy ilyen retro időutazás jellegű. Tehát ugye ezt nagyon jól elárulja ezt az időutazást ez a borító, meg ez a színvilág. És örültem, hogy egy ilyen albumra bukkantam rá, mert megmondom nektek őszintén, örültem is neki, mert nekem fontos az, hogy legyen egy olyan album, ami egy kicsit visszaad a régi időkből valamit. És az a lemez megérdemelte azt, hogy én megvásároljam, mert fontosnak tartottam azt, hogy ezt
gyere pénzt ki, gyere adjak ki egy kis lóvét. Tehát őszintén szólva. Tehát ennyi. És én nem bántam meg, hogy megvettem, csupán azt furcsálom, hogy miért csinált a Kylie Minogue abból ügyet, hogy deluxe verziót is kiad, mikor szerintem ez az album eleve egy 46 perces album, ha 45 perces egy ilyen, ez a lemez a Swiss, és az a három szám szerintem bőven ráfért volna az a lemezre most. Jó, 1000 forinttal volt drágább a deluxe verzió, mint a 11 dolos verzió, én megvettem a deluxe-ot. Ennyi. Jobban jártam vele. Mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg, mert nagyon-nagyon jó, és ráadásul bulizós zene, tehát aki mondjuk bulizós típus, annak ideális lesz meghallgatnia. Tehát ennyi. Tehát nekem igazából ez az én véleményem, én ajánlom mindenkinek, hogy meghallgassátok. És ugye eszembe is jut nekem az, hogy bizonyos régi emlékeket is felszínre hozott. Érdekes volt. Amikor meghallgattam a Spotify-on, már akkor mondtam, hogy akkor ezt megveszem. És egész jó volt. Persze, a másik nagyon-nagyon óriási és különleges, és azt mondom nektek, hogy ez Laura Pausini új CD-je megjelent, mégpedig a Anime Parallele címmel. Az különleges benne, hogy volt egy ilyen matrica rajta, 20 vagy 30 anniversary, jó, vagy anniversary, mert nekem ez különleges dolog, ugyanis ugye emlékeztek, hogy a Laura Pausininek ugye megjelent az elmúlt hónapokban az összes lemeze színes bakelit lemezen limitált, sorszámozott kiadásban. Na most én azokat nyilván nem vettem meg, mert én akkoriban már leszoktam a bakelit lemez vásárlásról, de még ha gyűjtöttem is volna a bakelit lemezeket, akkor sem vettem volna meg, mert 13, 17, 18 ezer forintot is kérnek egy ilyen speciális évfordulós kiadásért. És megmondom őszintén, most mondok egy nagyon érdekes dolgot, mert most ez fontos elmondanom, hogy ugye Laura Pausini most a karrierének a 30. évfordulóját ünnepelte, és tetszett nekem az, hogy kiadott egy új CD-t, de azt gondolom, hogyha mondjuk egy normál áron kiadja az összes lemezét színesben, akkor azt mondom, hogy az emberek egy része megveszi. Jó, persze, sokan megvették a bakelit kiadást, én megnéztem az interneten, hogy néznek ki ezek a kiadások. Valamelyiknek ilyen füst színe van, valamelyik ilyen fehér, világos kék, zöld, valamelyik ilyen fekete ribizli színű lett, de meg persze van piros is. Az összes Pausini megjelent bakelit lemezen, limitált, sorszámozott kiadásban benne van egy ilyen kártya, amin le lehet tölteni ilyen koncert felvételeket, meg minden is ilyen képes papír. Megvettem volna ezeket, külön tasakba pakolom el őket, hogy meglegyenek a kincstárban. De a lényeg az, hogy elképesztően drágák, és önmagában jó, hogy kiadták, de én nem adtam volna rá ki ennyi pénzt. Tudjátok, van egy határ. Akármilyen kedvencem is egy énekes, én nem fogom megvenni a lemezét azért, mert szeretem. Mert hogyha van egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy rohadrága, akkor meg se vásárolom, mert meg sem érdemli azt, hogy megvegyem. Tehát itt arról van szó, hogy például Alejandro Sanznál volt ez annak idején, az, hogy volt ez a La Musica Non Si Tocca című lemeze, 2012-ben megjelent, én megvettem CD-n. Műanyag tokos, szuper kiadvány volt, nem a Deluxe verziót vettem meg, mert azt nem tudtam beszerezni. Pedig az jó lett volna, mert volt hozzá valami kis karkötő, vagy ékszerszerűség, egy férfi ékszer, extra számokkal. De én megvettem utólag még a koncertes CD plusz DVD verzióját, és én emlékszem arra, hogy nekem azok bőven elég volt. Tehát
Most ez a 25. évfordulós kiadás, hülyeséget mondok, 10. évfordulós kiadás a Alejandro Sanzból, abból állt, hogy az első CD volt az album, és a koncertes anyag. Nekem megvan különböző tokban. Tehát az album önmagában egy lemezes verzióban megvan, a koncertes anyag CD-n plusz DVD-n van meg. És értitek? Árban drága. Még ráadásul drága a 10. évfordulós kiadás. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy 10 év után ad ki egy lemez. Most ugye most megjelent a Noes Lo Mismo 20. évfordulós kiadása, de csak bakelit lemezen. Tehát lehet, hogy odafigyeltek arra, hogy ne vigyék ezt túlzásba. Mondjuk én nem vettem volna meg, tehát már engem nem érdekel. Tehát én már csak CD-t veszek, tehát innentől kezdve én már visszatértem a CD-s korszakba. Na jó, úgy visszatérve Laura Pausinire, én egy kicsit azt gondolom, hogy túl sokat kért el egy albumért, egy klasszikus albumért, mert én azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy akkor annyian meg fogják vásárolni. Persze, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rajonganak érte, és van annyi pénzük, szíve joga, hogy mire költik el a pénzüket. Ami viszont engem nagyon felháborított, nagyon tetszett, nagyon jó az új lemeze, tehát arra azt mondom nektek, hogy nagyon jó kis lemez adott ki a Pausini, de egy volt a probléma. Drága volt. Eddig a Laura Pausini lemezek azok olyanok voltak, hogy a Hungaroton vagy a Magneoton, ki tudja melyik, de hazai forgalmazásban megjelentek a Laura Pausini lemezek, még Bakelit lemezen is. Viszont idén most az volt, hogy ez nem jelent meg. Így ez most nem jelent meg hazai forgalmazásban, hanem ugyanolyan sorsra jutott a rendelés, mint egy Alejandro Sanzot, vagy egy, nem tudom, még magyarok által ismeretlen énekesnek a zenéjét rendeltem volna meg. Hát még volt 10%-os, még mindig megvan a 10%-os kedvezményes kuponom, ami csak be kell ütni, és akkor már rögtön levonja a 10%-ot, de így sem volt annyira olcsó a CD, amire gondoltam volna. Mert igenis, tudjátok, arról van szó, hogy én nagyon szeretem a Laura Pausini zenét, csak van egy probléma, hogy ez nagyon drága volt. Nem mondom, hogy 10.000 forint volt, nem annyi, ne aggódjatok, csak az a probléma az egészben, hogy én azt gondoltam, hogy ugyanannyiba fog kerülni, mint a korábbi lemezei. Nem mindegy, nem is. E volt a probléma, a lényeg az volt, hogy megvan. A tokja volt rossz, amikor megvettem, inkább ki kellett cserélnem. Most normális, így néz ki az album. Majd lesz egy unboxing videó, amiben majd meg fogom nektek mutatni az albumot. 16 számból áll a Laura Pausini új CD-je. Ugye az elmúlt hónapokban 4 számot megmutatott az énekesnő a közelgő új lemezéből. Ami viszont legnagyobb meglepetésemre nem volt benne a Scatola című dal, ami 2022-ben látott napvilágot, hanem csak egy kis lemezként került megjelenésre. CD-n nem adták ki, csak nagy bakelit lemezen, egy-egy szám. Tehát olasz meg spanyol verzióban adták ki. Egyik oldalon az olasz, a másik oldalon volt a spanyol verzió. Plusz még az instrumentális változat. És az is az bosszantott, mert ennek a Scatolának rajta lett volna a helye a Laura Pausini új albumán, viszont nem tették rá. És ez nagyon bosszantott, mert azt szerettem volna, ha ezt szépen úgy, ahogy van, megcsinálják, és ráteszik. Mert ugye az is a múlthoz tartozik, hiszen ugye Laura Pausini a 30. évfordulója alkalmából nem csak a régi albumait forgalmazta újra, hanem egy új lemezt is készített, és szerintem az lett volna a legideálisabb, hogyha ráteszi ezt az álmot, a Scatolát, meg a Sofia Loren-es filmnek a zenét, a Jó szín című dalát. Akkor az már 18 szám lett volna, és hogyha még a Deluxe verzión lévő plusz 2 szám is rákerült volna a lemezre, akkor összesen 20 darab szám lenne az új albumán, ami szerintem a legnagyobb rekordot, amivel a legjobb rekordot megdönthette volna tartalmilag, tehát CD tartalmilag. És ez bosszantott, hogy ezek nem kerültek rá. Na most ugye Laura Pausini az Anime Paralele
Almas Paralelas, ugye olaszul és spanyolul mondtam ki a nevét, kiadta mindkét nyelven az albumát, de van egy deluxe verziója is, ami 3 CD-ből áll. Az első lemez az olasz verziót tartalmazza, a második a spanyol változatot tartalmazza, a harmadik lemez pedig egy 6 számból álló középlemezt, ami igazából 2 új dalt tartalmaz, ami összességében 4 szám, mert olasz, meg ugye ahogy a 2 új dal olaszul meg spanyolul van fent, és még 2 koncertes felvétele van a Pauzinek. Így, és még hozzá van téve 20 darab ilyen Laura Pauzini képes lap vagy kép. És a kb. Egy rohadrágán árulja az interneten, úgy forintban kiszámolva olyan 40 ezer forint lenne. Na most mondtam magamba, a Phil Collins remaster albumai voltak 50 ezer forint díszdobozban, és nem 3 lemez volt, hanem mondjuk 8. És díszdoboz deluxe verzió. És nem egyszerre fizettem ki, hanem részletekben, mert külön adták ki, mert külön forgalmazták egy bizonyos időszakban a 2-2 deluxe-ot. Ha összességében kiszámoljuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokba került anyag, és én megmondtam őszintén, ennyit nem adok ki a Deluxe-ra. Tehát, hogyha a Deluxe-ról van szó, akkor legyen az olyan, hogy mondjuk tényleg az, hogy mondjuk, hogy az első lemez az albumnak a dalai, második lemezként mondjuk oda rárakja a Scatolart, meg a K-t, meg persze a jó szint, mert még néhány ilyen extra koncert felvétel, mondjuk deluxe-os kétlemezes verzióban, akkor nyilván azt vásárolom meg. De így nem. És ez engem nagyon-nagyon bosszantott, mert mondjuk a deluxe verziónak a 2 extra számát nem tudtam meghallgatni, nem tudom, hogy milyenek, tehát arra nem volt szerencsém meghallgatni őket, de talán egyszer valaki felteszi, és akkor meg tudom hallgatni. Mégis örülök, hogy 16 szám jelent meg, és hogy örültem annak, hogy egy 52-53 perces album. Laura Pauzini ugye 2 bakelit lemezen jelentette meg az új lemezét, fekete, rózsaszín és fehér változatban. És ugye találtak ki, mennyibe kerül a bakelit verzió, 14 ezer forint. Hát nem adnám ki manik rá pénzt. Más a bakelit verziójának a borítója, mint a CD-nek. Nyilvánvaló, hogy nem olyan zenét várhattunk a Laura Pauzini új albumá, mint például a Fatti Sentire-n, mert a Fatti Sentire óta 5 év eltelt. A Fatti Sentire, Aste Sentir 2018-ban jelent meg, és az új lemeze 5 évvel később. Tehát Laura egy teljesen más stílusú albumot adott most ki, amiben benne volt egy kis modernség, illetve a régi stílusát is beleöntötte. Tehát beleadott anyait, apait az új albumába, és természetesen egy nagyon jó és tartalmas, színvonalas albumot dobott a piacra. És én nagyon-nagyon örültem neki. Nagyon-nagyon-nagyon örültem annak, hogy nem csalódtam az új lemezében. Véleményem szerint egy nagyon jó lemez adott ki, remélem, hogy kapni fog érte díjat. Én azt gondolom, hogy Laura Pauzini megérdemli az újabb Grammy díjat a lemezéért, bár jóval korábban kellett volna kiadnia, mert akkor lehet, hogy tudna idén menni. Hát nem tudom, hogy még tud-e pályázni az új lemezével az idei Latin Grammy díjra, remélem megkapja. Tehát értitek, az jó lenne, hogyha megjelenne a gálán, és akkor átvenni azt a fonográf lemezes kis szobrocskáját, amit megkap a... És megmondom nektek őszintén, ez egy nagyon-nagyon különleges album, és nagyon-nagyon szeretem. És igen, mondjuk csak egy darab szám nem tetszik. A 16-ból csak egy szám nem tetszik, a negyedik szám. Viszont nagyon bejön nekem a Durare című dala, amit egy brazil énekessel is elénekel külön, akit úgy hívnak, hogy Tiago Iors. És hát az van, hogy én most felvételezek egy pillanat, édesanyám bejött. Na, itt vagyok. Tehát itt arról van szó, hogy van egy brazil énekes, akinek az a neve, hogy Tiago Iors.
Jorc. És Laura Pausini vele is elénekelte a Durare, vagy a Durár című számot. Ez egy nagyon jó kis dal, én nagyon-nagyon szeretem, és én nagyon oda vagyok. Ha van érte. Kedvetek, akkor meghallgathatjuk együtt. Egy pillanat. Á, nem. Amikor a végén belekötött a YouTube, hogy szerzői jogot sértettem. Szenyor YouTube. Bocsássatok meg, de ez nagyon durva. Ilyenkor az ember, amikor embert azt érezhetik a másikot, hogy el akarod lopni a másét, tehát még sose lopnék el senkitől semmit. Na tehát itt arról van szó, hogy na akkor majd nézzétek meg a Durár című számot. És a... meghallgathatjátok. Tehát duettben is elénekelte a Tiago Jorccal, és ő magában olaszul meg spanyolul is elénekelte, nagyon-nagyon szeretem. De azon kívül van még egy nagyon jó szám, ami engem nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon boldoggá tett, a Péró című dal, amit többször is meghallgattam egymás után, és oda voltam érte. Nagyon-nagyon élveztem, többször is meghallgattam. A páromnak is megmutattam, de neki nem tetszik a Pausini. Igen, ugye Viktornak nem igazán tetszenek a latin zenei előadói, mert ő más világhoz tartozik. Tudjátok, Viktor a párom, ő a magyar zenéket szereti. Tehát ő az ilyen Gangsta Zolit szereti, Zambó Jimmy-t szereti, a Kordájékat szereti. Más az ő világa, mint az enyém. Ez természetes dolog, hát más világhoz tartozik ilyen szempontból. Tehát neki meg akartam mutatni, hogy mégis mivel az életem része, hogy lássa, hogy milyen újdonságok jelentek meg az elmúlt időszakban. Tehát megmutattam neki. És amikor Laura Pausiniket meghallgattam, és amikor az új lemezt meghallgattam, olyan hiányérzetem támadt, mert én még úgy örültem volna, még hallgattam volna többször is. De hát ugye hát érthető, hiszen öt évet vártam a következő lemezére, és úgy vártam, hogy megjelenik. Most például a napokban most az Alex Subago-nak jelent meg egy kis lemeze, egy újabb, hát nem mondom, hogy kis lemeze, de Alex Subago-nak jelent most meg egy új dala. Így minden bizonnyal 2024-ben lesz egy új CD-je, azt majd természetesen meg fogom venni, mert Alex Subago is a kedvenceim közé tartozik, és ő majd, és volt neki is, majd az ő albumát is meg fogom venni, hogyha rendelhetővé válik, illetve idén karácsonykor összességében még kettő, vagy karácsony előtt még kettő darab CD-t tervezek megvenni, a Cher karácsonyi lemezét, és a Sikoly 6-nak a filmzenéjét. Ugye a Laura Pausinihez még annyit mondok, hogy 3000 forint körül megvettem a koncertes, 2005-ös koncertes albumát, ahol Georgina barátnőm is ott volt még 2005-ben, akkor még nem ismertük egymást, de ezen a koncerten ő is ott volt, és meghallgatta, megnézte. A DVD verziót nem tudtam megszerezni, nekem elég a hanganyag. Na és a mai nap utolsó szakasza egy hamar megérkezett CD, amit novemberre szántam, de amit novemberre gondoltam, hogy megjön, hát ugye mindenki, aki, tudjátok ki a Luis Fonsi, mindenki, aki ismeri, a Despacito alapján ismeri, de hát én nem a Despacito alapján ismertem meg, hanem már jóval korábban, már 2002-ben megismertem a zenét, és rengeteg CD-t meg is vettem, összesen 6 darab Luis Fonsi CD-n van az, ezzel a legújabbal együtt. A La Ley, és a Ley de Gravedad címmel megvan a Luis Fonsi-nak az új albuma, ami szintén egy kicsit drága volt, és ezzel együtt igazából most a tartalékaimat is feléltem szó szerint, amiket összegyűjtöttem, de megérte, mert ez is ritka CD, és egy törölt katalógusban származik, ha úgy veszük, csak hogy ezt be tudtam szerezni, hál a jó égnek. A Lemez Kuckó bolton keresztül Bánházitól tudtam beszerezni, Bánházi úrtól szereztem be a lemezt, mert az ő boltja meg tudta rendelni az albumot, igaz, hogy kicsit drága volt, de megérte. És én nem tudtam, hogy 2022-ben már megjelent egy új Luis Fonsi lemez, hát azt gondoltam, hogy a magyarok már csak a Despacito után, a Vida után megjelenik a következő lemez, de hát nem foglalkoztak vele a magyarok, és ez nagyon bosszantott. Na most az történt, hogy a Luis Fonsi 2019-es albuma a Vida Élet című lemez,
az ugye Magyarországon is kapható volt, és a mai napig rendelhető, hát a Despacito miatt, de mi egymás miatt, nem? És azon a legújabb lemeze, a Ley de Gravedad egyáltalán nem kapható, és ez bosszantó. Mert szerettem volna, hogyha még megszerzem a Tamásnál is, meg minden jó áron, de hát de egy máshol kicsit drágábban tudtam beszerezni. És azt mondta a bánházi úr, hogy 6-8 hétig megérkezik a CD. De hát két-három hét alatt már itt is volt a CD, hát kaptam egy értesítést 26-án, hogy átvehető. Na mondtam magamban, na gyorsan oda rohannak a szekrények, mert kiveszem a tartalékot, és hát volt pénz a Pausini lemezre, ami 27-én jelent meg, és most erre. És akkor az volt, hogy ezt az albumot megvásároltam, ezt a CD-t most megvettem, 26-án átvettem a CD-t művészetterápia után, és meg is hallgattam, örültem neki, és 27-én vettem meg a Laura Pausini lemezt, amikor megjelent, tehát ez akkor ugye. És akkor ezzel el is ment a tartalék, a születésnapi maradék pénzem és az októberi pénz is, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát az az igazság, hogy én mindig jól be tudom úgy osztani a pénzemet, amikor vannak pillanatok, amikor nem tudok a pénzzel bánni, mert hát bizony vannak ilyen időszakaim. Az újságom kinyomtatása volt, sem volt két fillér. Tehát itt arról van szó, tudjátok, hogy az ember mindig, amikor én mindig ugye apró pénzből szoktam összeszedni a CD-re valót, és van, hogy amikor kapok karácsonyra, születésnapkor, névnapkor egy kis zseppénzt, van, hogy néha édesanyámtól kapok egy CD-t, mert tudjátok, mi az igazság. Vannak lemezek, amiket például a spanyol zenék, a spanyol latin zenei CD-k, nem olcsó mulatság, azt most meg kell nektek mondanom. És bizony édesanyámnak mindig azt mondom, hogy ennyibe kerül csak egy lemez, csak hogy mindig egy adott CD-nek a árának a felét mondom meg az anyámnak, hogy neki ne kell a teljes összeget kifizetnie. Mert így is sokat támogat engem az édesanyám. És ritkán kérek tőle CD-re, mert tudjátok, a spanyol zenei CD-vel a magyarok nagyon mostohán bánnak a latin zene kultúrával. Nem törődnek a latin zenei kultúrával. Magyarországon mi van? A metal van. Értitek? Én meg nem vagyok hajlandó ebben a közegben élni, szó szerint is. Például most megjelent egy új Antonio José CD, de azt már nem akarom megvenni. Most meg fog jelenni a Sergio Dalmának is az új albuma november 24-én. Arra viszont azt találtam ki, hogy én azt most nem fogom megrendelni, mert karácsony előtt biztos, hogy nem érkezne meg, 24-ben fogom csak megvenni. Ennyi. Annyira meg nem nagyon érdekel. Csak a legfontosabbakat vásárolom meg mindig CD-n, ezt jobb, ha tudjátok. A Kylie Minogue egy kivételes eset volt, mert 80-as évek stílusa. De a latin zene az egy olyan dolog, most elmondok nektek valamit, például ez a Luis Fonsi jobban tetszett nekem, mint a Vida című albuma, jobban tetszett. Ebben sokkal jobbak voltak a számok, mint a 2019-es verzióban, ez sokkal romantikusabb volt, ha úgy veszünk. Ugye én ezért is rendeltem meg. Na, most ide rakom le. A lényeg az, hogy el akarom nektek mondani, és aztán be is fejezem mára, mert már másfél órán elment másfél óra. A lényeg az, tudjátok, hogy egy dolgot jobb, ha tudtok. Más az, amikor a magyar kiadók csak az átlag, idézővel téve, az átlagos, ismertebb emberekkel foglalkoznak. Ilyen a filmvilág, ilyen a zenevilág. A latin zene, Alejandro Sanz például, nem adják ki Magyarországon az albumait, hanem külön meg kell rendelni. Bevallom nektek őszintén, a Ricardo Montaner tangó lemeze legalább 10.000 forintba került. Igen. Nem tudom, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de egy Montaner számomra érték. Mert Ricardo Montaner lemezt már nem nagyon lehet kapni. Igen. Örülnék, ha a fém meg lenne CD-n, azt nem adták ki soha, csak Mexikóban forgalmazták. Én örültem volna, ha megvan, de nem jött. De sajnos ez nem így alakult. A lényeg az, hogy azt megtanultam, hogy a Tamás el is magyarázta nekem, hogy egészen más
másképpen működnek az adott kiadók. Tehát minden kiadónak megvan a maga forgalmazója. Tehát értitek, másképpen működnek a külföldi kiadók, mint a hazai forgalmazók. Ha mondjuk én bemegyek egy MG Recordsba, vagy bemegyek a Bánházi boltjába, ott én nem fogok Alejandro Sanz CD-t találni, vagy nem fogok egy Ricardo Montaner találni, mert nincs. Tehát ott nem forgalmazzák ezeket. Ildivo van. Az Ildivo például az itt volt Magyarországon, és ők azért ismertek, mert ők ismertebb dalokat dolgoznak fel, sok esetben spanyol nyelven. A legutóbbi albumuk angolul volt. De azt tudatok, hogy a latin zene az egy nagyon-nagyon-nagyon különleges zenei műfaj, amire tényleg azt mondom, hogy érdemes rá pénzt költeni, és én megmondom nektek őszintén, nem mindenkinek, nem mindegyik énekesnek veszem meg az albumát. Nem mindenkinek. Például van egy énekesnő, most nem tudom a nevét, de jó a zenéje, de én rá nem adnék ki pénzt. Mert nem akarom már rá pénzt kiadni. Van például az énekesnő, a Malu, akinek két albuma megvan nekem, az Oxigénom, meg a Mil Batallas. A Mil Batallas karácsonyra kaptam tavaly. Tehát itt arról van szó, tudjátok, hogy van egy album, van egy CD, van egy lemez, amit szeretnél megvásárolni, és akkor nem mindig kapod meg, amire úgy vágysz. Ezt elviszem. A lényeg az, hogy ugye azért a lényeg az, hogy a... Ide hozom nektek. Nagyon-nagyon ritka volt az, amikor voltak még az USA katalógusok, ez olyan Malu. Ezt azért vettem meg, mert le volt nagyon árazva. Ez még akkor olyan áron volt, hogy karácsonyi ajándékként a szüleimtől kértem, meg lett. A lényeg az egyébként, azt tudnatok kell, hogy egy lemez nem minden esetben olcsó. De a Sergio Dalma az kifejezetten drága. Volt, hogy egy Montanerjét annól kiadtam 5800 forintot, de volt, ami 6000 forintba is került, de mindig a 10-10%-os kedvezményt megkaptam. Mivel én a Face the Music-nál, törzsvásárló vagyok, természetesen megkapom a 10%-os kuponomat, és igen, vannak olyan lemezek, amikor le van nagyon árazva, akkor természetesen megrendelem, és még a leárazott lemezre is 10% jut. Ennyi az egész. Tehát azért vannak olyan dolgok, hogy a kedvenc énekeseim, azok a kedvenc énekeseimnek a 70%-át nem lehet itthon beszerezni. És bizony ezért kell egy kicsit többet fizessek ezért az albumért, amúgy önmagában nem lenne drága, hogyha Magyarországon is forgalmaznák. És éppen ezért van az, hogy én nem akarok lemaradni ezekről a zenékről, mert most az, hogy most képzeljétek el, vannak a kedvenc énekeseim. Most például, amikor Laura Pausini már megjelent az új lemeze, van a 2023-as és 24-es koncertjei. Soha nem fog kijutni egy koncertjükre. Alejandro Sanz koncertesre fog kijutni, mert nem fogják megkívni Magyarországra az arénába, ugyan már. Olyan pénzéhes banda az aréna, hogy Jézusom. Nem fogják őt meghívni, mert egy vagyont kérnének el a koncertért. És a Budapest aréna egy pénznyelő. Georgina barátnőm is azt mondta, hogy magyarok nem tudnák megfizetni. És amikor néha egy Pausini koncert megjelenik, én megveszem azokat, mert legalább akkor így élvezzem. Nincsen tömeg, bármikor betehetem, amikor kedvem tartja. Volt, amikor az ágyban fekve, lázas betegen néztem a kedvencet, és egy kicsit megmondom őszintén, amikor rohadtul beteg vagyok, és mondjuk megfázom, vagy lázas vagyok, akkor befekszem az ágyamba, és berakom a zenét, hallgatom, hogy egy kicsit jobban érezzem magam. Nincsen tömeg, emberektől mentes szoba, közegben meg tudom nézni a kedvenceimet, és nekem ez bőven elég. Megmondom őszintén, hogy jó, egyszer az életben vágynék arra, hogy Alejandro Sanz koncertet lássak, és élőben lássam a kedvencemet, egy Pausinit is, csak ez sose fog megvalósulni. És az ember mit csinál? Megveszi a DVD verziót, mert az legalább megmarad neki. És tudjátok, ez nagyon nagy dolog, mert akkor értitek, az sokkal jobb dolog. És amikor én megveszek egy új latin zenei CD-t, egy spanyol nyelvű CD-t, akkor
akkor mindig egy kicsit akkor sokkal gazdagabbnak érzem magamat, hogy nekem ez megvan. Hogy nekem megvan az, ami másnak nincs ebben az országban is. Én nem a politikusokkal akarok foglalkozni, hiszen a magyarok imádnak velük foglalkozni. A magyar média mivel foglalkozik? Jobb oldal, bal oldallal. Elegem van, basszus, nekem nem ez az én világom. Az én világom az én általam kedvelt és szeretett dolgaimból áll. Én a politikát ki akarom baszni a picsába, tudjátok? Ennyi, nem érdekelnek. Nekem éppen elég megrázkódtatás az, amikor az anyám nézi az ATV-t, és nézi azt a sok sebnyalogatós műsort, hogy mit kellene ebben az országban csinálni, mit kellene itt, és elegem volt, basszus, elegem lett. Tudjátok, ez milyen rossz dolog? Tudjátok, milyen szörnyűség, hogy politikusokkal foglalkozik a média, politikusokról írnak a lapok, én olyanokról írok a kis újságomban, akik valódi sztárok, akik valóban letettek az asztalra dolgokat, és olyanok is benovelász magazinom, mintha egy nagy lexikon lenne, egy lexikon sorozat lenne. Jó, túlzás. De ez az újság már átment egy könyvbe. És tudjátok, hogy hányadik szám? Ez a 98. számom. December végén a 100. fogom ünnepelni. És szilveszterkor fogunk egy nagyot ünnepelni egyébként. Én elhatároztam, hogy szilveszterkor nem csak a 2024-es évet fogjuk ünnepelni, hanem az évadzárót is, és a Benovelász magazin 100. lapszámát. És ez nagyon, és nem fog, és az nem politikusokról fog szólni. Nekem azt mondták egyébként, hogy ne foglalkozzak a politikával, ne írjak a melegségről, anyám mondta. És még egy-két ismerősöm is mondta, mert csak felhúzom magamat tőlük. Az azonban nagyon rossz azt látnom, hogy anyám ezeket nézi, és hogy igazából az emberek is csak erről képesek beszélni. Rohadtul idegesít, tudjátok? Mikor vannak ennél sokkal fontosabb és jó témák. Én megértem, hogy nagyon sokan nem tudnak megélni ebben az országban, aláírom. De ilyenkor, hogyha az ember nagyon-nagyon rosszul érzi magát, akkor mindig kapaszkodjon bele valami olyanba, amitől jobban érzi magát, tudjátok? Itt ez a lényeg. Én járok művészetterápiára is. Most is olyan szép dolgokat alkottam mostanában, csak hát nem mindent hozok haza, mert tudjátok, a művészetterápia arról is szól, hogy ott olyan rajzokat is készítek, amiket nem akarok hazahozni, mert ott én a feszültséget is kifestem magamból. És azt én úgy tekintek azokra az alkotásokra, hogy az nem ebbe a szobába való. Abban a fájdalmaimat szoktam kifesteni. És tudjátok, itt az is, arról is szó esik, tudjátok, hogy igen, arról is szó esik, tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem azt csinálni, amikor még valami újat alkothatok, és igen, azt láthatom, hogy igen, én letettem valamit az asztalra, igaz, hogy nem lehet állásom, mert kirúgnak a munkahelyemről, de legalább meg kell, le kell foglalnom magam valamivel, és a túlélésért küzdeni. Nővéremnek sokat segítek a gyerekekkel, édesanyáméknak is segítek. És folytatom a művészeti alkotásaimat. És akkor kinézek az ablakon, látom a valóságot, ami kint van. Most jelenleg csak egy ilyen sötét utcát látok a kinti fényekkel, mert most kicsit be van borulva az ég, de értitek, itt arról van szó, tudjátok, hogy nekem ez igazán fontos az. Meg az az érdekesség az egészben, hogy foglalkozom a másik életemmel, a zárt életemmel. Mert én már így fogom fel ezt az egészet, hogy zárttá tettem magam nagyon sok esetben. Jelenleg most nincs pszichológusom, vagyis állandó pszichológusom nincsen, de van, mibe kapaszkodjak, és ez jó dolog. A művészetterápia nagyon-nagyon jót tesz nekem, mert fontosnak tartom azt, hogy járjak és alkossak, és
Ott vannak olyan emberek, akik nagyon rossz állapotban vannak, tudjátok, és amikor odajárok a művészetterápiára, akkor most nem akarok részleteket mondani, csak annyit mondok róluk, hogy nagyon rossz állapotban lévő embereket látok, rossz emberi sorsokat látok. És próbálok nekik egy kis reményt adni azzal, hogy beszélek hozzájuk, és megpróbálom az életüket egy kicsit színesíteni, beezüstözni, ha úgy tetszik. Most gondoljatok bele, ezek az emberek a pszichiátriai, az első meg a második emeletről jönnek le, és vannak zárt osztályról érkező paciensek, akik 9 óra 30-tól vagy 9 óra 45-től csatlakoznak Zsuzsához is hozzám. Én kb. 9.30-ra odaérek, amikor kezdődik a művészetterápia, és 11.30 vagy 3.12-ig ott vagyunk, és a többiek lejönnek az emeletről, és úgy nekik ez nagy dolog, hiszen ott jól, nekik az jól esik, ha rajzolhatnak, és kifesthetik magukból a fájdalmukat. Én is ezt csinálom. De van, hogy ebben a szobában lévő dekorációkhoz is ott én rengeteg mindent csináltam. Például a mikrontollas rajzokat művészetterápián csináltam. Itt nagyon fontos azt tudnotok, hogy persze azt nem árulhatom el nektek azt, hogy mi zajlik a művészetterápián még, mert tudjátok, azt nem árulhatom el, hogy kinek mi a problémája, kinek mi a neve, mert a művészetterápia az egyenlő a csoportterápiával. Csoportterápia fő ez is szabálya, hogy senkinek a problémáiról nem szabad beszélni. Annyit elmondhatok, hogy nagyon rossz állapotban lévő emberek vannak ott, de vannak kevésbé rossz állapotban lévő emberek. Ennyi. Én ennyit mondok, mert meg akarom őrizni az ő inkognitójukat, ha úgy vesszük. És igazából nagyon-nagyon jó ott a légkör, és ez így jó esik. És akkor miután közeledik az alkalom vége, egy olyan negyed órával korábban összepakolom a cuccaimat, beteszem a táskámba, és akkor eltörölgetek magam után, letörlöm a vászonnal bevont asztalt, Zsuzsának segítek a csomó mindenben, hogy neki ne kelljen. És ugye már a többiek is szoktak segíteni a Zsuzsának összepakolni. Van, akik sajnos nem képesek arra, hogy elpakoljanak maguk után, de a Zsuzsának én ebben segítek. Ha mondjuk valaki agyagozni akar, akkor a Zsuzsa nehezen tudja azt a 3-4 kilós agyagtömböt bevinni. Mondtam, Zsuzsa, elmegyek és behozom önnek, és akkor az alkalom végén meg én visszaviszem és beteszem abban a szekrénybe, ami nincsen kulcsra zárva. És a Zsuzsánál ugye van, amikor tiszta vizet öntök a tálkákba, lerakom az asztalra, ecseteket az asztalra teszem, elmosok magam után mindig, az ecseteket mindig elmosom. És amikor meg voltam fázva nem olyan régen, akkor ugye a Zsuzsa szabadságon volt, és akkor én hazahoztam két ilyen akril festékes ilyen tégelyt, de teljesen be voltak száradva, és nem tudtam megmenteni őket. Körömlak lemosóval próbálkoztam, hogy teljesen büdös lett, tiszta zselé az egész, hát ki kellett dobni. Na mindegy, úgy már nem akartam vegyszeresen visszavinni a Zsuzsához, mert féltem, hogy ki fog folyni, és akkor az egész táskám tönkre megy. A lényeg az volt, hogy segítek a Zsuzsának, mert hát azért kell neki is a segítség. Hát most gondoljatok bele, hogy nagyon-nagyon sokat segít nekünk. Van, hogy néha én is haza hozok rajzokat onnan, tehát igazából van, amikor ad nekem papírokat, most mutatok nektek papírokat, ilyen, úristen, pillanat. Ez például, pillanat, mondjuk, hogy nem ment tönkre, jó. Itt van ez, ezek ilyen sima, ilyen papírok, ilyen nyomdai papírok. Ezek ilyen nagyon simák, ezekre fogok majd rajzolni. A gyerekek is fognak majd rajzolni valamikor. Én azt terveztem, hogy az egyikhez ilyen Halloween-es, én is fogok ilyen Halloween-es cuccot csinálni. Szeretnék az újságomban majd tenni egy ilyen kis külön Halloween-es dolgot, tehát majd látom, mi lesz most. Ebből egyiket majd szeretnék ilyeneket ragasztani a papírra is. Ennek meg persze a tükörre. Na most a másik, amit akartam mondani, hogy jó, hogy például az van, hogy hát ez volt.
És akkor hazajövök a művészetterápiáról, ebédelek, és akkor el vagyok. És ha édesanyám megkér arra, hogy elintézzek valami ügyet, akkor elmegyek a patikába apámmal vásárolni. Hát édesapám ismeri, idős, kell a segítség, termőek, tehát hogy elmegyünk a Tesco-ba, valamikor elmegyünk a csarnokba, bevásárlunk. Csak bizonyos termékek áraival nem vagyok tisztában, ez majd egy másik történet, majd ezt elmondom. Hát, köszönöm szépen a figyelmet, hát lezártuk az októbert. Holnap 30-a, 31-dik az Halloween, lesz még a, hát ugye most fogok csinálni még egy műsort, egy Halloween-es műsort. Még nem tudom pontosan milyen lesz a tematikája, de tervezés alatt áll. Most abban rengeteg minden volt, és nem volt időm normálisan megtervezni a Halloween-t, de még nem tudom pontosan milyen lesz, de azon gondolkoztam, hogy valami frappáns kis Halloween-t fogok csinálni. Fogok természetesen videókat készíteni a hangulatokról, persze lesz zenés részlege, és utána pedig majd olyan novemberben fogom közzétenni a Halloween adást, a 30-a és a 31-éből fogok egy adást készíteni. Az fontos lenne egyébként, hogy meglegyen. Tehát lesz egy ilyen Halloween. Ugye a Benovelas Halloween az egy külön sorozat rész, annak semmi köze az adáshoz. Ez más lesz, egy külön kategória lesz. És természetesen a november első negyedében, vagy november első hetének végén majd a galériák is el fognak készülni, hiszen berakom az új fotógalériát. Lesz még mind változtatni. Annyit szeretnék még mondani, hogy az új fejléceket én tegnap már megcsináltam. A bizonyos részen a weboldalamon és a blogomban is új fejlécek vannak, új háttérképpel. A weblapomon is megváltozott a fejléc, még néhány dolgot kell megváltoztatni, de ezt leszámítva nincsen semmi dolog. Illetve a privát csoportjaimban is megváltoztattam a fejléceket, azokat ugye nyilván nem mutathatom meg nektek, mert az más lesz. És mindenkinek nagyon boldog Halloween-t kívánok. Természetesen van halottak napja is, az elsőjén van a halottak napja, de a Halloween, de aznap is Halloween van az én ünneprendszerem szerint. Másodikától már Halloween nincs, de a Halloween dekorációkat a karácsony előtt fogom csak leszedni, és akkor a november vége felé készülnek el az új karácsonyi fejlécek. Abban advent első vasárnapja után nem sokkal. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, örülök annak, hogy most úgy el tudtam jönni hozzátok és beszélgetni. Nem tudom, hogy ti hogy fogtok ünnepelni. Hát én nagyon készülődök, ma este még nagyon sok dolgom van, most van 17 óra 9 perc, ennem kéne valamit, aztán pedig előkészíteni mindent, mert még kell tököt faragni, le kell zuhanyozzak, és még néhány dekorációt végig meg kell csinálni, mert hát holnap már Halloween van. És hát elő kell készíteni mindent a 31-i menüre, mert ugye 31-én sült tök lesz, sütőtök. Tehát ilyen, és sütőtököt fogok megsütni különböző fűszerezéssel, de természetesen jó sok, nagyon-nagyon sok lesz. Tehát ilyen nagyon-nagyon vicces lesz minden, azt tudom csak nektek mondani. Ma azt terveztem egyébként, nagyon szeretnék egy ilyen édesburgonyás krumplipürét készíteni. Hát az nem olyan, mint a tök, de én nagyon szeretem az édesburgonyát, főleg a fűszeres, a sósan fűszeres. Bár Viktor nem szereti az édesburgonyát, meg a tököt, pedig szerettem volna azzal is meglepni, hogyha jön holnap, ez egy halloweeni étel, és sütőtökös rétest is akartam volna csinálni, csak azt már megcsináltam korábban. És hát ugye Viktor nem szereti az ilyesmiket, tehát Viktor másfajta étel, tehát Viktort másfajta étel fogja várni. És egyébként, ha már így Halloweenről van szó, próbáltak ki a Cerbonának a limitált kiadású sütőtökös spice, pumpkin spice ízét, illetve ez ilyen mézes kalács ízű műzliszer, tehát nagyon finom, egyik jobb, mint a másik. Én ettem belőle, és isteni finom volt. De az USA Candy-ben most egyébként nagyon csalódtam, mert nem volt most idén olyan választék, mint volt. A gyerekeknek viszont vettem egy különleges
cukorkát. Ezt nagyon szeretik a gyerekek. Viktort is megcsinálom vele. Egy ilyen nagyon-nagyon savanyú. És itt van egy ilyen ez egy lábas nyalóka, meg egy kezes nyalóka. Nagyon fognak a gyerekek örülni neki. Ezt vettem nekik. Ezt holnap ki fogom önteni tálkába. Úgyis le kell még mennem holnap a boltba, mert mennem kell még egy kis kiegészítőt. És akkor egy különleges isteni boszorkányos napot fogok rendezni. Ugye a pókokat megcsináltam, és nagyon szépen megoldottam a kérdést. De majd ezeket úgyis meg fogom majd nektek egyébként mutatni. De egyébként, ha van kedvetek, akkor... Mégis megmutathatom nektek egy pillanat. Itt van. Elhasználtam a maradék ilyen szemeket. Hát, így néz ki. Ez az óriás pók. Hát, nem vagyok egy nagy pókrajzoló, de ilyenek. Ja, be akarom nektek mutatni nyuszikát, nem tudom a pontos, most nem adtam neki pontos nevet. Képzeljétek el, az utcán találtam. Egy kapuajban hagyták, kimosták, és én hazahoztam, örökbe fogadtam. Itt is van egy, hát olyan, ő a kis nyuszka. Itt van a másik pók, és ez a pók. Ez pedig egy ilyen ledes napelemes világítás. Bár szerintem eléggé kevésszer fog egyébként majd világítani a tél folyamán. És itt vannak is csibész. És Halloween csibész. Na. Hát és igazából ennyi most. Igazából így néz ki most a szoba. Egy kicsit megpróbálom még helyrehozni. És itt vannak a tökök. Ezeket fogom ma kivágni. Tehát ez így lesz megoldva. Na tehát, igazából erről szól az egész. Én nagyon köszönöm szépen a figyelmeteket. Találkozunk a következő adásban. Még nem tudom, mikor fogok jönni, de a következő nagy szabású műsor, ami most összefoglaló volt, az majd november elején, vagy október végén, nem október, november végén lesz. És természetesen még annyit elárulok nektek, hogy lesz egy, ugye most ez Kocsis Judit most fel fog lépni. Kocsis Judit fel fog most lépni egy ilyen kulturális szalomban. Kocsis Judit fel fog lépni egy kulturális szalomban, mert lesz egy duodrámája, arra el fogok majd menni, és természetesen aki szeretne, majd az elmehet rá, nem tudom most a pontos, megnézem a linket, aki még már csak korlátozott számban vannak jegyek, de aki el akar menni, egy pillanat, itt van, Víg Anita apák napja. Ez egy bemutató, és nem tudom, hogy hol van a link. Mindegy. A Hegyvidéki Kulturális Szalomban lesz. Tehát aki szeretne jegyet venni, érdeklődjön ott, és akkor megtudjátok, nem tudom hol a link. De mindenképpen menjetek el és nézzétek meg, mert szerintem biztos, hogy jó lesz. Érdemes megnézni. Én ott leszek. Novemberben lesz a premiér. November 4. Na, kellemes estét nektek. Nagyon boldog Halloween-t kívánok nektek, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!